Hello! Eldobod az agyadat, hogy mi lesz. Eldobjátok az agyatokat, hogy mi lesz. Várunk. Eldobjátok az agyatokat. Én itt csak csodálkozok. Eldobjátok az agyatokat. De komolyan mondom. Úgyhogy ez all in lesz. Mindjárt kicsit várunk, hogy jöjjenek az emberek. Higgyétek el, hogy megéri várni, hogy kicsit elkezdjük majd mindjárt a műsort, mert brutál cuccok vannak. Brutál cuccok vannak. Alaplapokat fogunk nézni, de nagyon komolyan, végem van, tényleg végem van. Még itt próbálok felúcsúdni, meg lesznek videókártyák, meg mik lesznek még? Minden. Minden lesz. Azt szoktuk mondani, illetve én azt szoktam mondani, hogy a BRSK official TikTok csatornáján csöcsök nincsenek, de minden más, amit szeret egy férfi, az van. Na hát így van. Itt a régi IBM XT-től kezdve a Macintosh laptopok, lapok, videókártyák, minden van. Ezt majd mindjárt úgy veszük, hogy ott beállok melléd, és akkor fel foglak konferálni, és akkor utána már átadom a szót. Aha. És akkor majd, látom, hogy nagyjából hogy megbeszéltük. Na, sziasztok, örülök, hogy itt vagytok. Nagyon-nagyon jó lesz a buli. Mindjárt egy fél perc, és kezdjük, még itt beállítok itt minden témát. Fel fogom konferálni szokás szerint a műsort, lenyomom a BRSK intrót, és hát így szoktam csinálni. Bocsánat, nem vagyok TikTokon fent, úgyhogy nem tudom, hogy mit táncolsz én körül. Ja, táncolok egyet. Felveszem a BRSK táncfoszt, és akkor elkezd el nyomni. Na, szóval, viccet félretéve, szerintem akkor kezdhetjük is. Sziasztok, én Bacsis vagyok, ez pedig a BRSK official TikTok csatornája. Ma bizonyára sokan tudjátok, hogy Mega Live van, ami azt jelentett, hogy reggel 10 órakor elkezdtük a live-ot, kezdtük Madarasz Annál konzolokkal, utána Jutaninál voltam, hangkártyát néztük, és hát úgy gondolom, hogy a mai nap fénypontja vagy csúcspontjához értünk, nem is tudom, hogy hogyan mondjam, természetesen a többieket... Ne higgyetek neki! Többieknek a cuccait nem lenézve, de úgy gondolom, hogy nagyon komoly gyűjteménnyel rendelkezel. Nem csak a mennyiségen van a hangsúly, hanem az egyediségen, a különlegességen. És tényleg, tehát amióta itt vagyok most nálad fél órája, én csak csodálkozok, és elképedek, hogy milyen cuccaid vannak. Nagyon sok dobozos cuccokat fogunk megnézni, meg nem csak dobozos cuccokat. Tehát ugye most vendégségben vagyok Robi Balboa a barátomnál, ő szintén a BRSK kiállításán szokott ténykedni, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor meglátogatjuk, csinálunk egy bele is egy ilyen beszélgetős témát, mert nagyon-nagyon jó cuccai vannak. Igaziból, ahogy ment a Mega Live ma, most is így fogjuk folytatni, át fogom neked adni a szót, és akkor így tök lazán így beszélgetünk egy a cuccaidról, egy kicsikét rólad szeretnénk annyi infót megtudni, hogy az alapvető dolgokat, ami nyilvános, hogy mikor kezdtél el gyűjteni, pár szót légy szíves, így kezdjed el, és akkor én át is adnám a szót, átmegyek a kamera túloldalára, aztán majd időnként én is belógok, figyelgetem a kommenteket, be fogom olvasni, hogyha van kérdés, vagy bármi más. Hajrá, tiéd a pálya! Robi Balboa, akkor nyomasd! Sziasztok, Robi Balboa! Hát ez a Robi Balboa, ez a ProHardware nevem, nick nevem ugye. 2006-ban csatlakoztam a ProHardware-hez, hát és akkor kezdődött ez a pályafutás. Mármint a gyűjtés. A gyűjtés. Ott ismertelek meg téged is, Bacsis, meg úgy a banda nagy részét. Hát igen, ez nem gyűjtésnek indult, hanem csak ilyen üzletelésnek igazából, hogy ugye az ember vett valamit, eladott, ilyenek. Hát csak ugye ragadtak az emberre a cuccok, ugye érdekességek, álmok, ugye mert sok dolog az úgy jött, hogy akkoriban nem tudta megvenni az ember, most meg már van keresetünk, ugye nem suliba vagyunk, és most már meg tudjuk venni. És kb. Ugyanannyiba kerül, mint hogyha akkor megvettük volna, mert most már árak azért vannak rendesen, úgyhogy... Elsősorban miket gyűjtesz? Alaplapok, videókártyák, abból is jobban ilyen FX széria, meg 6000 GeForce 6800, vagyis 6-os széria, akkor mondjuk úgy laptopokból is, inkább ilyen vadabbakat, Clevo-ból ilyen erősebbeket, van ilyen D900, TC, ugye ami Pentium 4-es. Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor így nagyjából ez a 2000-es évek elejé közepi cuccok, amik így érdekelnek. Is, vannak előtte is dolgaim, ugye IBM XT, meg ilyenek, mert ugye az is egy gyönyörűség, ugye onnan kezdődött a PC-s történelem, a igen. A PC történelem, így van, 40 éves születésnapját most ünnepelt, ha jól tudom, tavaly,
Tehát akkor vannak azért egy régebbiek, de akkor, akkor egy fő irányvonalak ugye a 2000-es évek. A 2000-es évek elejétől. Na hát látom, hogy készítél már nekünk egy pár dobozos cuccal, és akkor ugye a kedves nézőknek azt azért így elszpoilerezem, hogy ez rengeteg cucc van, tehát ez így töredéke, és akkor még mindig bőven-bőven van itt a tarsolyodban. Úgy, de hogyha már ezeket előkészítettél, akkor szerintem akkor csináljuk úgy, hogy hát mindegyiket így megnézegetjük, nagyjából csak annyira kibontva, hogy azért lássuk, hogy mi is lapul a dobozba, és akkor beszéljél nekünk pár szót, hogy nagyjából minden, amit eszedbe jut róla, én is biztos fogok kérdezni, illetve hogyha valakinek van valami kérdés, akkor azokat be fogom olvasni, és ezeket így megválaszoljuk, hogyha kedves nézők, hogy eddig is be vagytok vonva a beszélgetésbe, és akkor hajrá, mutassál nekünk jó cuccokat! Na, figyelj, hát most kezdjük azzal, hogy ugye eddig olyan dolgokat gyűjtettem jobban, ami vadabb, érdekesebb, ritkább, de most már álltam arra a dologra is, hogy ugye nem csak ilyen vad dolgokat gyűjtök, hanem ilyen konzumerebb dolgokat, mert ugye akik eljönnek kiállításra, azok arra is kíváncsiak, amik nekik voltak dolgok, ugye ilyen konzumerek. Nem mindenkinek volt, mit tudom én, dual process lapja, meg ilyenek, vagyis inkább nagyon kevés. Tehát nem feltétlenül a high-endet gyűjtöd? Nem, most már ráálltam arra, hogy így a konzumerebb dolgok. Írják is, hogy ezt is akkor deszka, hú, de elfelejtettem. Hát igen. Hát igen, azt is. Viszont nagyon sok embernek akorplapja volt, mert az egy megfizethető cucc volt. Na igen, és ezért mentem rá az ilyenekre, hogy a megfizethető. Hát például pont ezért, mert akkor sok embernek volt ilyen, és akkor egyből megdobban a szívük, hogy hopp, előveszünk valamit, ami neki is volt. Azért mondjuk. Most hiába veszem elő ezt a lapot. Szerintem nagyon kevés embernek volt ilyenje, úgyhogy... Pont ezt akartam mondani, mekkora kontraszt már egy csúcs abit, egy abszolút high-end alaplap. Ez az alaplap, ez az abit IM932X, ez 2007-ben jelent meg, hogyha jól tudom. Igen. És 80 ezer forint volt. Akkor... Tehát én 2007-ben nagyjából annyit kerestem, 80 ezer forintot. Hát akkor egy lapi kiadtál, mit tudom, 30-40 ezer forintot, és akkor az már egy állatság volt, érted? Ilyen tizen pár ezerekért vettél lapot, és már az is... soknak számított abba az időbe, úgyhogy, na nézzük akkor az nézzük. Ez egy ilyen total átlag alaplap, 865-ös chipset, Pentium 4, ugye ez, figyelj, ne arra, de nem akarok megint a szabadba vágni, de azért egy P4-P800 azért nem volt ennyire átlag alaplap, az azért egy jó közép-felső kategóriás alaplap. De jó, akkor úgy volt, hogy aki szeretett a számítás technikával úgy bíbelődni, akkor ezzel kezdte. Jogos. Egy ilyennel, nem C800-al, az is van fent egy pár darab, csak azt hiszem nincs bele dobozosom, ha jól rémlik. Úgyhogy igen, hát ettől voltak alaplapok is, ugye a 845-ös chipset, meg ilyen akármilyen... Junkavia, meg mit tudom én, úgyhogy na nézzük, hát ez egy dobozos példány, van benne minden jóság. Ugye ez szépen antizacsiba. Igen, ez mondhatni majdnem, hogy zsírul a darabka, úgy látom memóriát hagytam is benne, úgyhogy ez egy ilyen... Még a régi letisztult, semmi csicsa, egy ilyen kis LED rajta, hogy lásd, hogy működik, amúgy az néha nem jött rosszul, hogy tudtad, hogy be van dugva, vagy nincs, úgyhogy... Pár szóval el tudnád mondani ezt az alaplapot, hogy mik találhatók rajta, mit támogat, ugye sokan nem biztos, hogy tudják, hogy oké, ez egy P4, P800 alap, de hogy ez valójában mi ez, tehát milyen CPU-kat lehetett belerakni? Ebbe minden belement, ugye ez belement a Williamate-től kezdve a Prescott, Northwood, annyiból volt jobb ez a 865-ös chipset, mint a Abitnak a IS-7-ese, ugye az volt még 865-ös, hogy az például a 400-as FSB Celeronokat az nem ette. Azt így tapasztalat, ugye még kis... Egyértelmisítsünk, bocsánat, tehát Pentium 4-es CPU-k mentek bele, van, és azoknak a Celeron megfelelői. Igen. 2003-4-5 környékén használtuk körülbelül, van, tehát ez egy 20 éves platform. Memóriából mik láthatók benne? Hát egy sima DDR RAM-ok, szerintem 400-asak, így van, Kingmax, meg Kingston, ez most pont nem a legjobb bizé. Bocsi, szabadba vágok, neked tuti van Asus P5 ND2 SLI alaplapod. Nem fog addig nyugodni a kedves kommentelő, amíg nem mutatsz egy olyat. Fogadjunk, hogy neked van olyanod. Van. Igen, az pont bent van egy dobozban. És ki tudja sírni, hogy megmutassad esetleg? Ha megtalálom, akkor igen. Mert majd megyünk befelé a szoba felé is, úgyhogy ott majd látjátok, hogy hát nem ennyi az összlap, ami van.
Úgyhogy azt megkeresni, az egy kisebb bizé. Jó, tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon csak kis ízelítő, hogy mit fogunk látni. Jó, szóval P4-P800-as azus alaplap, ez egy közép-felső, illetve felső kategóriának az aljára lehetne helyezni. Látom, van rajta kettő SATA csatlakozó. Elsőként támogatta ez a platforma SATA-t, hogyha jól tudom, ugye? Tehát ez 865-tel jelent meg. Tudott volna ide raidet, de nincsen beforrasztva, ugye ez azért nem a deluxe, hanem ez a sima verzió, mert ugye ez nincsen raid. 2x2 ide csatít, ugye 4 eszközt tud rajta, AGP port, hát ugye floppy persze, hogy akkoriban még ment, 8-szoros AGP port van rajta, illetve játszoket 478-as tokozás, Pentium 4-es procikhoz. Hát ez egy kult alaplap, szerintem lehet mondani, mert ahogy mondtad, hogy ez egy viszonylag átlagos alaplap volt, én inkább ezt annyival egészíteném ki, hogy amit te is mondtál, hogy inkább akik jobban bívelődtek a számítás technikába, ez egy árérték, hanem egy nagyon jó kis alaplap. Aki akart egy kicsit tuningolni, vagy valamit csinálni a géppel, nem csak az, hogy használni, mint egy irodai gépet, az akkor próbált egy ilyet venni. Hogy sikerült-e, az már nem biztos, de igen. Én így voltam, mert azt tudom, hogy először IS-7-et vettem, még akkor kis kezdő voltam, és akkor Celeronom volt, és nem vitte, és az Istenné, nem tudtam rájönni, hogy mi van, és utána... Megnézhetem a kézikönyvet, bocsánat. Persze, minden nézd meg nyugodtan, úgyhogy... Megvannak a manuális. Elő, minden megvan. User guide. Még ez a kis izé billentyűre tehető kis... Billentyűre tehető. Ha nem volt ilyen ez? Nem ám. Ne szívas már. Ilyen jóság. Play, stop, eject, valamit lehetett léptetni. Nagyon hiányzott, igen. Amúgy, az kellett. Még bocsánat, még egy valami kézikönyvet láttam, ezt hadd nézzem meg. Azért érdekes, hogy ezek, ez a gyors üzembehelyezői guide, és akkor igen, ilyen vastag. Tehát itt azért ekkoriban még bőven adtak a minőségre, hogy így mondjam. Tehát így igen. Nem csak annyi volt, hogy egy cetli, hogy töltsed le az internetről a szevasz, hanem igen, azért így... Igen, mostanában. Hát igen, most megnézhetjük majd például itt a más Abit lapot is, hogy mindent tettek mellé, majd várjuk. Oké, okay. Akkor ezt vissza. Igen. Úgyhogy ezt is viszem majd a kiállításra, mert ugye ilyen sok embernek volt. És hát nem véletlenül a felirat. Igen. Best Vit 865 PR. Így van. Jó kis lap volt ez. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó lap volt. Akkor... Nézzünk egy vadabbat. Egy vadabbat. Ez nem régi beszerzés. Nagyon azért nem mindenkinek volt. Ez egy CUV 4XD. Ugye az a Dual Pentium 3-as. Ugye ez egy total álom volt. Ez az a kategória volt, amit az Isten nem szerzett meg. Örültél, ha P3-ad volt. A Dual P3-ról meg ne is beszéljünk. Úgyhogy itt hoppá, ennek is megvan a manuálja. Minden megvan, minden. Csak szerem ki itt. Hopp, kis ilyen írások. Jó. Nézzük, mi van hozzá. Ugye van benne 2000-es proci, azért az... Ja, hogy igen, tehát ez egy duálos alaplap, két processzorral. 2000-es processzorral. És ráadásul az 1000 MHz-esek vannak benne. Így van. Úgyhogy nem a kis Junka 800-as vagy akármi, hanem 2000-es. Van még ilyen lapom, de az ugye nem dobozos, ennek nagyon örülök, mert ez dobozosan sikerült beszerezni. Lökjetek már egy megosztást, légy szíves, kedves nézők, mert itt vagyunk már, megy a műsor, hadd jöjjenek ide többi ember is, aki kíváncsi rá. Egy-egy megosztást azt megköszönnénk, mert rengeteg sok jó cucc van. Itt van hozzá, hogyha egy processzorat szeretnéd használni, akkor volt hozzá egy ilyen, hogy milyen procinak mondják ezt, VAC processzor, igen. Ja, mert egy processzorral csak úgy működött, hogy igen, mind a két foglalatba kellett akkor processzort. Így van, de még ez is megvan hozzá gyári csomagolással, úgyhogy minden, a USB kivezetés is megvan hozzá, ami gyárilag. Nézzük meg a lapot, ugye ez is úgy nézem, hogy ennek is volt egy raides verziója, na újabb feladat, hogy be kell szerezni egy másik lapot, ami raides, mert lehet látni, hogy itt is lehagyták róla a raid. Az idevezérlők ugye megvannak, ugye... Ja, igen, itt lett volna, de ez ráadásul ez SCSI raid lett volna. Igen. Aha, tehát ebből volt SCSI vezérlő, itt van hozzá a vizé, itt lenne vezérlőcsip. Igen, ez az egyszerűbb változat, de... Na mindegy. Azért hát azért el vagyok vele így is. És azért említsük meg, hogy AGP Pro van rajta. AGP Pro van rajta, így van. És abból is az univerzális, tehát igaziból bármilyen kártyát bele tudsz rakni. Így van. Memóriából, ez SD memóriás, ugye? Igen, SD memóriás. Mennyit lehet belerakni? Hát szerintem 4 gigát. 4 gigát, aha, 4x1 gigás. Így van. LCC modulok. Jó kis zsufa modulok vannak benne. De lehet, hogy megpróbálom, hogy szerzek nagyobb modult, hogyha tudok. Hát SD-ből giga fölött itt? Hát... Létezik egyáltalán? Nem tudom. De majd megnézem.
Gigásom, az tudja. CUV4XD. Aha. Így van. Nagyon, nagyon. És tényleg a kondenzátorok is milyen szépek rajta, nincsenek megpuposodva. Megpuposodva, ugye ennek volt egy ilyen betegsége ebben az időszakban, a P3-as időszakban ez a ilyen, nem is tudom minek mondják, kondenzátor lepra, vagy nem tudom mi az Isten volt. A manuálja. Manuál. Hát annak körül, amikor megláttam, hogy így benne van a manuál, a vakproci, minden, hát én azt mondom, hogy így sírva fakadok. És akkor ez még a... Ezt nemrég szereztem, de... Ez. USB kivezetés. Ez is szép, kis fóliás. Nagyon szép ez az alaplap, tényleg. Hát ez egy külön öröm. Magyarországi példányom, úgy innen szerezted be Magyarországról? Igen. Kondenzátorválság. Egész pontosan így hívták, amit igen, te gondolsz. Igen. Már írják is. Az, de valami lepra volt, valami kondenzátor. Elment belőle az elektrolit, és utána felpuffadt. Igen. Volt egy ilyen betegség régen. Volt egy, azt hiszem, egy rosszul lopták el az összetevőket a kínaiak, és akkor abból adódóan nagyon jó. Volt egy ilyen széria, nem kis széria. Akkor nézzük ezt az akkorplapot, amiről ugye... Akkor. Érdekes amúgy, hogy doboza meg, mindene megvan. Ugye az akkorplap az sose volt egy presztízs, és talán pont ezért is annyira ritka manapság egy akkorplap, ami dobozos. Dobozos. Mert ugye mindenki kiszórta, hogy ez nem volt presztízs, nem raktad el. Igen. Hát szerintem igaziból tényleg ez is simán betegszik az ilyen extra ritkaságokkal. Igen, meg vegyük azt is hozzá. Milyen szép amúgy a manuálja, milyen kis igényes. Igényes, azért mondom, hogy régen kidobált. Kérdezik, hogy ezek működőképesek, ami neked van. Igen, van egy-két dolog, ami egy kis törődést igényel, ennél is majd kondizni kell, ennek is mondta a tulaja, hogy van valami vele, de még az a baj, hogy időm nincs arra, hogy mindent leteszteljek, megjavítsak, úgyhogy... Hát szép lassan, hát ilyen nem sürget senki sem. De a legtöbb cucc az működőképes hibát. Akorp, ez a 7KT400. Igen, hát akkor az AMD processzoros lesz. Persze, ez csak egy 462-es lap, csak így, hogy dobozos. Várj, ez még ki sem volt bontva. Ezt lehet, hogy nem bontom ki akkor, hogyha nem gond, mert ez még bontatlan, úgyhogy... Na hát akkor így megy. Csalogolások. Egy 20 éves bontatlan alaplap. Igen, úgyhogy nem igazán poros. Ez egy viás lap. Ugye ez egy totál átlag lap volt akkor. Ugye single channel... DDR RAM. Igen, ez már DDR-es volt. Igen. 8-szoros RGB. És akkor szokett 462-es processzorok mentek bele, ez az Athlon XP. Ez még nem volt megbontva. Ez nem az, hogy benne van a fóliába, hanem ez frankon nincsen megbontva. Hát igen. Hát igen. Na azért mondom, akkor plap ugye ritka, hogy el van téve a doboz, de az még bontatlan is. Na, így az igazi. Úgyhogy hát de szép amúgy. Nekem tetszik, igényes kis pakkocska. Jó, na tegyük félre. Ez a akkornak igen, ez a zöld volt a mániája. Naplaforgó az, amúgy azt mondja meg valaki, hogy az... De amúgy tényleg napraforgó volt, hát már a Pentium 1-es érában is az akkorpakokon, és mindig napraforgó volt nekik de rajta. Az honnan jött, amíg majd utána nézek, de az nem tudom, hogy... Na ez... Ez egy jó nagy doboz. Igen, a MSI-nek nagy dobozai vannak, amúgy van MSI videókártya is, 6800, mondjuk ahhoz kellene videókártya, most ahhoz pont keresek, de doboz van. És annak is óriási doboza van. Régen azért MSI-nél nem sajnálták a dolgot. Nem úgy tették bele, hogy éppen belecuppant. Itt nincs nagyon körítés, nincs, az a baj. Nincs tartozék. Így van, ezt külön, külön majd be kell szereznem hozzá ezért a körítést. Várjál, ez jó sejtett. Ezt ki lehet bontani? Igen, ezt ki lehet. Hátlap azért van. Na nézzük. Hát amikor ez eset volt túl használva, tehát olyan túl sok por nincsen rajta, egy gyönyörű szép állapotban van. Ez is egy viás chipset, ugye ez is egy, ez már 754-es. 754-es, aha. Athlon 64. Az első Athlon 64-es. Az első Athlon 64, ugye a 939-től abban különbözik, hogy ugye ez csak single channel DDR tudott. Annyira amúgy a teljesítményt nem vágta meg, mert ugye akkoriban például egy Pentium, mint itt van például a P4, P800, ha azt single channelbe csaptad, akkor ott ugye az Intel procik azok nagyon nagyot tudtak teljesítménybe zuhanni. Az AMD prociknál ilyen gond nem volt. De tudod, hogy miért?
Mert ugye itt volt először a CPU-ba a memória vezérlő integrálva. Így van. És ez nagyon sokat korrigált. Így van. Igen, ez egy VIA chipset, 8-os RGP. Hát azért egy ilyennek is örültem volna akkoriba. De majd elmondom, hogy mi volt az első ilyen... De érdekes, hogy te úgy rakod el a cuccokat, amik így dobozban vannak, és már fel vannak gondolva. Mindegyikben látok memóriát amúgy. Igen. Ez ilyen egyedi perverzió, vagy véletlen? Ez ilyen véletlen. Tudod, hogy letesztel az ember, akkor most nem kell másolni. Ez azt kérdezik, hogy gyári driverek nincsenek-e meg, gondolom, tehát akkor ez most konkrétan ez nincsen. De hogyha valaki tud drivert, vagy valami kis papírt, akkor nyugodtan szóljon, annak nagyon örülnék. Igen. Úgyhogy egy... Megtapizhatom én is? Persze, csak nyugodtan. Szép, ugye? CPU-s van akkor neked benne, gondolom, hogyha már rajta van a hűtés. Így van. Ők már VRM-re is tettek egy kis hűtést. Aha, igen. Hát... Gondoltak arra, hogy valaki esetleg széttuningolja, ugye bacsis? Hát jó, mondjuk az MSI lapok sose a tuningról voltak híresek. Hát nem, de azért de megpróbál az ember. De igen, és biztos azért ez is kínál. Itt is ugye 2 SATA port. Ide réd lehetett volna, de az már nem került rá. És tényleg, tehát az a baj, hogy nem adja vissza a videó, hogy tehát annyira tiszta anyák, annyira szép állapotban van, meg kell szagolnom, bocsánat, ez a perverzióm. Na. Mondjuk az új szagát nem érzem, de tehát mint hogyha tényleg vadonatúj lenne az alaplap. Igen. Hány RAM helye van? 3 darab RAM foglalat van ugye ezen, és akkor ezek DDR1-es memóriák, és ugye single channelbe mennek. Így van. Általában a single channel-es lapokhoz így 3 foglalatot tettek, ugye 3 giga memóriát tudott fogadni, de hát akkoriban mondhatni még elég volt a 3 giga. Sőt, bőven elég volt. Bőven elég volt, de én mondjuk, hogy volt olyan, amikor 939-es lappal 2 giga RAM-on volt benne, az kifutottam a RAM-ból, de hát az is ritka. Én 2007-2008 környékén, amikor volt Core 2 Duo, én is 2 giga RAM-mal kezdtem, és akkoriban még azért még a játékok alá még azért elég volt, hát XP-vel. Nagy részt elég volt, igen. Attól függ, hogy mit vadult az ember. Úgyhogy... Én nekem már amikor 4 giga RAM-om a izébe volt, nekem is a Core korszakban, akkor tudtam összerakni egy olyan gépet, amiben 4 giga RAM volt, G-Skill, imádom a G-Skill RAM-okat. Azokban még soha nem csalódtam, úgyhogy na nézzünk egy ilyen... Avita AT 832X. Direkt nem mutatom ezbe, hogy már Sanyi arra van nagyon rá izgulva. Ez egy Abit chipsetes lap. Ati. Vagy, hát, na Ati, bocsánat. Ati chipsetes lap. Ez Crossfire tudott, ugye SMD nem tudott. Még akkoriban nem volt az, hogy kap Crossfire-t is. Meg vagy az egyiket, vagy a másikat. Vagy egyiket, másikat. De lehetett amúgy vele még játszani. Ugye voltak hozzá olyan dolgok. De azt ugye vágott, hogy elvileg csak az Abit alaplapoknál lehetett ezzel játszani. Igen, azért mondom, hogy voltak olyan dolgok, hogy meg lehetett oldani, hogy menjen a SLI is, meg ilyenek, de az már igen, hogy csak bele kellett nyúlni a dolgokba, meg ott azért voltak anomáliák. Mondjuk az régen ezzel mindig voltak. Még hogyha támogatta is alap a Crossfire-t, akkor is voltak bajok, de ugyanaz SLI-re is igaz, úgyhogy nem védem a Nvidia-t egyáltalán, hogy náluk nem volt a Crossfire-ről baj, hát volt bőséggel. Mert egy Nvidia-s Crossfire-re lektem a dual GPU-s pályafutásomat. Jó, hát ez se sokat volt bontogatva, használva. Ez a gyári elragasztások. Na nézzük. Ehhez is minden megvan. Várjunk, még itt van valami? Nincsen, csak az alapok volt. Ja, ott van fönt a izék dolgok. Hát ez szerintem egy nagyon letisztult, gyönyörű kis lapocska. Ugye a két 16-szoros PC Express, ugye még ez első 16-szoros PC Express. És hogy azt említsék meg, hogy ugye ez az alaplap, ráadásul azért 32X a neve, mert mind a kettő PC Express. 16, igen. Így van. És így akkor, azért is mondtam, hogy 16-szoros. És akkor ugye ne felejtsük el, hogy egy mostani modern gépet veszel, egy konzumer gépet veszel, egy Z-chipsetes alaplapot, és érted, és van benne egy összesen 20 PCI sáv, amiből 4-et kioszt az SSD-nek, marad 16, és hogyha videókártyát akarsz belerakni, akkor 2x8-al oszt. Oké, hogy most már nem tudom, 4 meg 5.0-nál járunk, igen. De hogy 20 évvel ezelőtt meg tudták oldani, hogy igenis a hülye parasztnak jusson natív 2x16 a videókártyának. Igen, mert most már ugye melyik platformon van az, hogy 16 jut minden videókártyának, ilyen workstation, ugye, mert nekem is a Threadripper, meg ilyenek, de most veszel egy AM4-es, AM5-ös, vagy akármilyen Intel-es lapot,
az csak 2x8-at tud, és, vagy 2x8-at, meg 1x4-et, ha esetleg még tud olyat, de régen megoldották. Kézikönyvet azt, megnézhetem? Persze, nyugodtan, azért van ott úgy, hogy... Na, ugye beszélgettük, hogy tartozékokat is nem fogjuk nagyon szétszedni, mert utána azt tudom, hogy halál visszarakni, de ugye ezt azért is gondoltam, hogy megmutatom, mert... Majd úgy rak vissza, ahogy volt. Igen. Mert, a feladat. Tehát ugye meg lehet nézni, hogy azért ebben az időben is... Csomagoltak. Tehát szépen azért adták hozzá a kiegészítőket rendesen, tehát SATA kábel, ide kábel, floppy kábel, nem sajnáltak, átalakító. Jó, az egy drága alaplap volt, tegyük hozzá. Igen, nem az volt, hogy vedd meg magadnak paraszt, és akkor lesz, ami lesz, hanem akkor, ha füzettél, akkor kaptál is valamit. És itt is tényleg a user manuálok is milyen szépen megvannak munkálva, szép a dizájnja. Építettél már ilyenre Crossfire-ös gépet? Persze. Igen? Persze. Ilyen kérdés volt, ugye? Persze. Első Crossfire-om az izé volt, 2009 XT. Ugye az nem szarral gurítottunk kapásból, úgyhogy na, ez alap ugye, ez 939-es. Igen, szokott 939. Ez már dual channel DDR. Itt látni is a foglalatokon, hogy más színű, meg ugye négy foglalat van, úgyhogy meg itt ugye itt is van chipset hűtés, van VRM hűtés, ugye itt be kellett táplálni a lapot külön, ugye Molex-e, hogyha két videókártyát tettél bele valami brutálabbat, ezen már van kijelző, hibakód kijelző, ilyen debug kijelző, hogyha valami nem passzolt. Itt már is forgatták. Az ide csatlakozót. Ide csatlakozót. Négy darab van, SATA csatlakozó, úgyhogy ez tényleg egy fullos. Írják, hogy kétszer 2009 XT-t megnézni. Hát igen, azt eladtam, az a baj, sajnos, és azóta is próbálok beszerezni, de vagy rossz, vagy nagyon drága, vagy nem tudom, sok most mindig hát lemaradok az izékről, 2009 XT-kről. Mondjuk még a Pro-nak is örülnék, úgyhogy főleg a 1 gigás változatnak volt olyanom is, úgyhogy szerettem nagyon. Fűtött, mint a vadbarom, ugye az előremutató volt R600-as chip, csak nem az lett, amit az Ati szeretett volna. Hát meg ugye elsőként hoztál az 512 bites memóriavezérlőt. Így van, ezt akartam mondani. Csak akkor ugye jobban sikerült a 8000-es széria a Nvidia-nak, ugye a G80, hát és nem lett egy siker. Pedig ugye a 8008 GTX fölé vártuk a HD 2009 XT-t. Igen. És igaziból a 8008 GTS 640 alá kaptuk. Hát nem, bizonyos programokban azért nagyot gurított, az csak... Csak keresd meg azt a bizonyos programot. Igen, nem az a baj, hogy ugye az... kicsesztek vele, mert ugye direkt úgy írtak meg játékokat, programokat, hogy ne menjen jól. De számítási teljesítmény, meg a bika az benne volt ugye. Igazából, na most jön, amit már annyira vár. Csöpeg a nyálam. Jó, hát ez a tipik kinyithatós doboz, ugye gyönyörű grafikával, minden feltüntetve, rendes litánia. Bele lehet nézni, akkor meg lehet kukucskálni. Igen, vannak egy kis kukucskáló, hogy lásd, hogy ott például a VRM-en van hűtés, milyen aranyosak voltak, mutatták, hogy még jobban csalogjon a nyálad a boltba. Na nézzük, bontsuk ki. Annyira szép a dizájnja ennek az alaplapos doboznak, hogy tehát... Igen, amúgy igen, el. Azt mondom, hogy régen azért... Ilyen sárkány van rajta. Fordítottak energiát arra is, hogy szép dizájnos doboz legyen, nem csak egy ilyen nagy kocka, van rajta egy rövidke felirat, hogy azért mit tudom én, milyen Asushoz csövi, meg tufoszt annyi. Na nézzük. Hoppá. Még én is meglepődöm, hopp. Mert ebbe volt-e az SLI kártya? Igen, ez SLI is volt, az Enforce 680-as chipset volt. Hogyne. Igen, ez kimondottam SLI-hez. Ez már Core 2 éra volt. Core 2 érának a közepe talán. Igen. Már ilyenkor benne volt nagyon. Igen, ezek elég késő jöttek a korszakban ezek a lapok. Azért az északi híd hűtés. Azt akartam mondani, hogy még engem is meglep, hogy mekkora, ahányszor így előveszem. Azért nem sajnálták bele a rezet. Az tisztán látszik. Egy védőkupak az nem ártana, de... Hát igen, ez is tud... ezért 2x16-ot. Úgyhogy vagy 1x16-ot és 2x8-at. Hogyha volt olyan vadállat és volt annyi pénzed, hogy 3 darab videókártyát tettél bele. Ebben már 3 utas SLI-t is lehetett építeni. Igen.
De is azt nézem, hogy a bekötés még itt is 16-szoros. Ja nem, igen, mert ez a kettő, és itt a másik. Ugye ez a két elsősorban, hogyha csak sima eselit csinálsz. Úgyhogy itt a távolság miatt. Itt van egy master és a slave. Úgyhogy... De még egy harmadikat is bele lehet tenni. Nyugodtan fogd meg, nézd meg, tapizzuk. Aha, elektromosan elvileg mindegyikben van kötve 16-szorosan. 16-szorosan, igen. Ez a szép kis barna nyák, mint amire például a IC7 is épül, ugye annak a dizájnja van. Az is van. Hát a hűtése az valami orbitális nagy. Ugye 680 eseli, melegedős volt, kellett neki. Kellett. Azt kérdezik, hogy ezek nem voltak-e beépítve? De ez már volt, ez nem olyan zsírú, ezt lehet is látni a közelről, megnézed, hogy azért már ez már kapta. Hát jó, gondolom, többnyire azért, tehát azért kevés, nem ritka az olyan cucc beszerzése tényleg, ami nagyjából vadonatújnak mondható. Igen, van egy kettő. Viszont elmondhatod, hogy tök újszerűek a cuccai, nagyon szép állapotúak. Így van. Az, hogy kifogja egy totál, mint az akkorpot is, hogy nem használt, úgyhogy becsomagolva, bontatlanul, hát ez már... Alaplapi, power, reset gomb. Itt is ugye 7-szegmenses kijelző rajta. Így van. Sataportok már az itt is volt rajta dögivel. Érdekes, hogy kétszer kettő el van fektetve 90 Igen. fokkal, kettő meg így felfele van. Ez érdekes, mondjuk lehet, hogy más vezérlőn is van. Mondjuk azt nem szerettem, amikor más vezérlőn volt. Na, sose volt hozzá drivered. Igen. És meg bedugtad, és akkor nem megy, mert... DDR2 memóriák. Na hát ez egy gyönyörű szép felső kategóriás inteles alaplap. Igen. És már mutatja, hogy itt már 8-as... Power táv, igen, 8-as táv kellett neki. Igen. Na hát, na, szépen ezen köszönjük, hogy megmutattad. Minden jóság volt. Nézzék, itt volt rajta optika. Hogy ő tegnap rendelt ugyanilyet. Két lap. Úgyhogy ez azért elég felső kategóriás volt. Tegnap? Na, honnan? Honnan rendelted? Visszakérdezek akkor. Ez nem úgy van, csak bemész a boltba, kérek egy ilyen lapot. eBay-en esetleg, horror pénzekért. Igen, azt akartam mondani, hogy elég gyanúsan eBay gyanús ez a dolog. Az a baj, hogy az itthoni piac is már az a baj, úgy, mint ahogy a fizetések, hogy utól értük Európát, ja, csak a fizetésekkel nem. Kiadások azok európaiak. Egy pillanat. Csináld csak nyugodtan. Na és még itt ugye az aljában vannak a dolgok, azt ugye meg sem néztük. Hát itt is a manuál, ugyanaz a dizájnja amúgy itt a manuálnak, mint az AT8-nak. Ezt itt nem változtattak rajta. Igen. Ez hirtelen nem is tudom micsoda. Ez ilyen ventilátor rögzítő tartó, nem tudom, lövésem sincs, hogy hova kellett rakni, nekem is van hozzá az enyémhez. Tök jó. És így hirtelen nincs, meg el kell olvasnom a manuált. Mindig tanulom. Van olyan, aki el szokta olvasni a manuált? Hát szerintem tudod, ez még ugye az USB kivetés. Hát szerintem tudod, akkor szoktad elővenni a manuált, amikor szétver az ideg, és akkor mit tudom én, valamit nem találsz, főleg a jumperelésnél szokott lenni ilyen régi lapoknál, hogy az úristenben van, és akkor előveszed már a manuált, vagy letöltöd, vagy valami, hogy csak már rá tudjál jönni, és akkor rájössz, hogy igen, ennél a lapnál pont nem úgy van, ahogy a másiknál. Csak ugye mindig az ember annyi izgatott, hogy a manuált az egyből dobja félre. Hát amúgy általában ugye a esetek 90%-ában az kb. Azt szokott lenni, hogy itt félre dobod. Az volt az első dolog, amit kidobtál ugye. A manuál. Jó. A félre rakjuk, csak nem tudom ezen Sanyit is. Jó, vagy semmi gond? Ez ilyen szenvedős. Jó, csak hogy elrakjuk akkor normálisan. Oké. Legalább látjátok, hogy a csomagolásnak is mekkora izéje van. Mekkora szenvedés. Ha ugyanúgy, ezért nem volt normálisan elrakva régen semmi. Igen, mert szétszívtad magad, mire. Ez csak félredobtad a dobozt, az csőj, vagy kidobtad. Hú, a szívem szakad meg. Gyerekek, én egyszer kidobtam egy olyan dobozt, hogy majd elmesélem azt is, hogy külön sztori. Mert nem én dobtam ki, csak szerintem ott nálunk, hogy nagy házban, otthon vidéki házban, hogy lettél le lomízva, akkor szerintem hogy ki lett górva. Azóta a szívem szakad meg. Arról majd külön mesélek egyszer. Az egy külön izét megír misét. Mert olyat még nem láttatok, azt tuti. Na jó, akkor most jön az egyik kedvencem. Ez miért nem megy össze? Mit cseszek el, tudod? Itt nem csinálok jól egy dolog. Oké, ezt ide rakjuk. Na, amit Sanyi így félredobott, érted? Mert jó, persze kívülről nem néz ki. Hát most kívülről egy szarpapír doboz. Azt láttam, hogy valami izé... Jó, ne nézd, ne nézd a feliratokat. Szalai Róbert, nekem jött. Ja, bocsánat, Robi balba. Na,
Hát ez már elég gyanús. Egy ilyen kis nyelvényecske. Orosz. Nem, ukrán. Ukrán. Na, még leoroszozza van. Hát jó van, jó van. Most jól megsértődtek, azért azt tudod. Videókártyái is vannak, lehet, hogy eljutunk odáig, akkor eldobod az agyarat, érdemes megvárni. Én már láttam. Ukrán ilyen izék, bélyegek, ezt de, kaptam. Azt mondják, hogy sokat ér, mindegy, van ez is. Na mi lehet ez? Ezt Ukrajnából rendeltem. Ukrajnából. De még a háború közben, most nemrég. A csaj vallás lehet, hogy az utolsó pénzétből fegyvert akar venni, azt itt eladta, nem tudom mire, alaplapot. Alaplapot, és tudod mi a kemény? Az, hogy... vártam is, mondom, hogy remélem nem lesz benne egy golyóütötte lyuk, mert akkor mondom fasza lesz, de mondjuk annak is meg van a maga szépsége, egy... Na nézzük! Ne, én már tudom, hogy mi ez! Hát azért lehet, hogy nem annyira tudod, mert ez nem a sima változat. Na, hú, de le van ez ragasztva, gyerekek, ezt még ilyen vad voltam, hogy leragasztottam ennyire. Én már tudom, hogy mi ez! Na, ő már tudja, nézni meg! Még el sem mondtam neki szerintem. Hát jó, de hát nem látom. Az a baj, hogy terjednek a hírek, bakker. Ne esküszöm, hogy semmiféle hírek nem terjedtek. Na, ez a Abit ST6-e... Raid. Raid. A raides változat. Szóltak, valakitől szóltak. Nem, ez egy Abit ST6-e. És annak... Tudnál róla egy pár szót mondani, hogy ez most miért olyan nagy szám? Hú. Hát ez... Ugye kezdjük úgy, hogy fehér a nyák az alaplapnak. Ugye volt ennek a sima változata ST6. Ugyanaz a lap, csak ugye az nem volt fehér, de ez még annyiból különleges. Ide leteszed, ha meg kérlek, hogy honnan látszik persze, annyira. Persze. Az fólia, az acsira tegyük rá. Ja jó, hogy hadd csillogjon alatt a fólia, így van. Ez annyiból különleges, hogy ez ráadásul a rédes verzió, mert van nekem sima verzió is. De... Na erre aztán megküldtétek a szívecskéket, kedves nézők, hát erre én is. Hát igen, mert a sima változatot nálad is lát. Már ugye azt hiszem, amikor teszteltél, akkor sima változatot teszteltél, a raideset azt még úgy nem láttam sehol senkinél. Hát ezt meg kellett, hogy vegyem. Ukrajnából bevállaltam, jött ott háborunk keresztül mindenen, és ideért. De még mindig nem mondtad el, hogy miért olyan, oké, hogy fehér alaplap, tehát nem mondtad ki a varázsszót, ez egy limitált alaplap. Limitált, így van, ezt mennyi... még ide akartam hagyni. Ja, értem, bocsánat. Igen, 2000 darab készült a változatból. Tehát majd... kettő. 2000 darab. 2000 darab, ugye nem rédes, meg a rédesből is készült 2000 darab. Ugye ez itt is lehet látni, hogy az 1358. darab. Úgyhogy még ezen kívül elvileg van 1999 darab, ami az Isten tudja, hogy hol van, vagy mege van. Úgyhogy ennek már, ez már egy eszenciális értéke van. Ezen van még pár ide csatlakozó. Igen, pont ugye erről beszéltünk, hogy ez a raides verzió. Így van. Itt van rajta a raid vezérlő, és akkor alapból ugye a két port jár, négy eszközre, de ugye itt van még plusz kettő. Gyönyörű szépek a kondenzátorok rajta, nincsenek felpuposodva. Így van. Ez a gyári zöld kondiát, ezek pikpak tönkre szoktak menni, de ebből is látszik, hogy nem is volt sokat használva, meg elég jó volt tartva alap. Ukrajnába, akinél volt. Valószínűleg ő is tudta, hogy mi ez, és, igen, és nagyon szépen kimélve tartotta, volt. Kimélve volt, az biztos. Ennek a gamperelése se olyan egyszerű, mert gyár, amikor a csávó küldte, akkor mutatta, hogy működik minden. Ideért, és akkor semmi életjelet nem adott, valami pittyegést adott, ha jól rémlik, mert ugye gyárilag rajta van a kis... PC speaker. A speaker. Még jó. Mennyi memóriát kezel, ezt kérdezik. Azt hiszem ez izét kezel csak, ez a chipset, talán 512. Így van, 512 megabájt memóriát kezel, ugye ez egy picikét visszalépés igen. Volt a 440BX-hez, igen, akkoriban úgy gondolták, hogy az 512 megabájt bőven-bőven elég lesz a platformra, abban akkorban elég is volt tény és való, viszont annyi érdekesség, hogy három memória foglalt van rajta, és teljesen mindegy, hogy hogyan szervezed a memóriát, tehát lekezél az 512-es SD-t is, persze. Teljesen mindegy, hogy 2256-os, 1512-es, vagy 1256-os, 228-as, 512 mega, ez volt a plafon neki. Igen, ez az elég baj, mert ugye most beletenne három darab 256-osat, azért azzal jobban el lett volna. Mondjuk abban az időben tényleg azt mondom, hogy 512 az bőséggel, hát ugye akkoriban mennyi memóriáink voltak, ha már 256 memóriáink igen, voltak, igen, akkor te igen, voltál igen. Jó. Hát ezekben ugye valaki írt is, hogy túlalatén, így van, ugye túlalatén magos van, Pentium 3 megy bele. Abban a korszakban, hogy azért már a 256 már azért elérhető volt, megfizethető volt. Esetleg az 512 is, de hát mindenre elég volt igaziból, és akkor hát igen. Hát igen, ez a korlátja. Ez az egy baja van ennek a lapnak, vagy hát nem baj, csak hát
ennyivel kell beírni. Kár, hogy nem dobozos. Na ilyenből következő kihívás, ebből egy dobozos példányt. Várjál, várd ki a végét, úgyhogy... Várjunk ki a végét! Nem, most nem, majd az a következő adásban lesz. Értem, nem lehetne előni egy következő. Nem. Úgyhogy... Na úgyhogy a jumpereléssel egy kicsit kell bajlódnom, mert úgy küldte a srác, hogy nem jó volt jumperelve, de utána élet. Úgyhogy szerintem gyönyörű szép tényleg ez. Van hozzá fehér videókártya, lesz fehér memória, fehér nem lesz, de hűtőbordával megoldom, hogy legyen fehér a memória. Le kell fújni a memóriát, ez kész. Igen, az fehér festékkel. Mondjuk az is egy megoldás, de egy igényesen össze akarok rakni egy full fehér konfigot, és akkor azt úgy akarom, hogy egy sima lapot kitenni kiállításra. Ilyen lapot, ami szebb állapotú, meg úgy próbál lóvni az embert, meg azt meg beépítve kirakni. Úgyhogy Sanyi, így készülök majd a kiállításra, hogy frankó legyen. Igen, aki esetleg nem tudná, ugye ez a BRSK official TikTok csatornája, a nagy, a fő BRSK-nak a TikTok csatornája, ez a Bacsis Retro számítógép kiállítása, ami minden évben egyszer meg van rendezve, legalább egyszer, és ott ezeket a cuccokat mi ezt kiállítjuk, és meg lehet nézni amúgy természetesen, és hát, hogyha eljöttök a következő BRSK-ra, akkor ezeknek a cuccoknak is, ha nem is mindet, mert ennyit képtelenség elvinni, de egy részét biztos, hogy személyesen is meg tudtok majd nézni. Igen, egy kicsit bajos a szállítás, főleg, hogy vigyázni se árt az ilyen dolgokra. Na, hát, kedves Robi Balboa, nagyon-nagyon szépek voltak a cuccok, de még nincs vége a műsornak. Na, így van. Szóval itt még valamit gurítani kellene, mert a nézők itt már teljesen fel vannak ajzva. Nézzük meg először, hogy a tényleg lecsukom akkor, tudjál. Jó, én akkor követlek azt akkor így. Hú, várja a szekrény. Á, most itt pont bedobozoltam, de úgyhogy annyira ez a Szent Grál van itt ez tele van alaplapokkal a dobozok, már szépen el kellett, hogy rakjam. Ugye itt látni lehet Orocsi, akkor van fönt Side Susanoo, ilyen hűtések is vannak, akkor IBM Model M dobozos. Dobozos billentyűzet, IBM Model M, ami azért az se egy gyakori darab, itt dobozosan. Ugye a dobozos a mánia. Na itt vannak az érdekességek. Hát mindenhol vannak érdekességek. IBM XT. Eredeti IBM XT. Igen, billentyűzet. De ad létre, gondolod. Nem megyünk fel. Igen, erről beszélt, hogy azért van egy kicsit old school-abb cuccok is. Így van. Itt alul meg ugye ilyen bontatlan dobozos, még PS2 is valami bontatlan dobozos, úgyhogy meg videókártyák. Most itt pont előre... Igen, valaki egyből kiszúrta SR2 dobozos. Igen, az kiállításon szokott lenni, de hogyha úgy van, akkor Bacsissal még azt kinyitjuk majd. Oké, akkor itt ez a szekrény, ez ennyi, de majd még erről legközelebb beszélünk, mert ezt egy hétig lehetne beszélni. Ez a cucc, ez az, amit ki kell górnom, majd így el kell passzolnom, meg mit tudom én. Ha valaki jön, akkor ilyen jelképes összegi oda is adom, meg mit tudom én. Úgyhogy van itt minden, az csak egy mentik, de itt van pont Elemléztünk P1-P800-at, és akkor itt van még egy, jó van. Igen, itt azért van, mondom, vannak ilyen lapok, akkor egy ilyen Pentium lap, ami P4-es lap, ami nincs RGP port, egy kis lap. Van benne valami Pentium Procima, a fene nem tudja, úgyhogy ilyenek vannak, itt van minden szar. Meg vannak a gépekben is lapok, úgyhogy azokat majd ki kell górnom, meg mit tudom, kicsit nem férek. Már itt van bent. Ezt nézzétek, tehát itt eldobultam az agyamat, amikor én ezeket így megláttam. Ezt miattad gyűjtöttem, baszki? Miért miattam? Kent már rám! Hát te, valaki kell egy bűnbak, hallod, tudod? És hát ez a pak? Ja igen, az FX pak. Azt majd egy külön műsorban akarom. Ezt most nem nézhetitek meg, ez majd egy külön. Ja, tényleg ezt nem, ez most ilyen cenzúra. Ja, cenzúra, nincs. Van itt mellettem egy szép vitrin is, nagyon szépen megvan komponálva. Esetleg erről mesélsz nekünk egy pár szót, nem néz ki, hogy mik láthatók benne. Itt vannak telefonok is. Van egy ilyen kicsi, mindig elkalandozok, így nekem a Nokia telefonok az egy kicsit így a szívem csücske, és itt pont látni egy ilyen 89-es telefon, a DC4-es dokkolóval, ami elég ritka, az egy 7380-as. Az is kurva ritka itt dobozosan, úgyhogy az ja, hogy ez a doboza, én emlékszem, hogy ez egy szépen ilyen virágos voltak a készülék, ilyen virágminta volt rajta. Igen, és maga hibátlan a készülék is, úgyhogy az is megér egy misét. Akkor van itt Serenata, ami... Micsoda?
Nem látod? Szerenál. Mi az a szerenál? Az úgy ki, mint a borotva. De mi az, telefonkészülő? Telefon. Azért, az... Na majd, akkor ez nagyon komoly, ez a izé... De azért értetted. Ja, lakat van, azért nem nyitom most ki, mert pont van. Nem... Ez a Versace-nek a 72-70-es változata. Ugye ez is limitált, mert 727 darab. Az a Matrix készít. Telefon, nem? De nem. Ez Versace, ez teljesen más. De lehetséges, még az előzőre értette a... Ja, nem. Nem. A Matrix az a 71-10-es volt. Az a 81-10-es. 81-10-es? Ez a Versace... Limited Edition, oda igen, 727 darab készült bele, és ott van a papíron, hogy a 344-es. Nem már! Itt minden limitált, bazd meg! Még a szaros Nokia is. Akkor egy tizé Nokia 808 Pure, akkor ott hátul van... Várj, ennek a telefon az miért is volt? Van, nagyon durva kamera volt ebbe, ugye, ha jól emlékszem. 41 megapixeles kamera volt benne. 6600-ad van-e, azt kérdezik. 6600. Az pont, az be akarok szerezni, az is már egy régi... Azért azt tegyük hozzá, hogy te alapjából véve nem vagy telefongyűjtő. Hát, ez csak ilyen, van egy ked... Jó, ez csak ilyen kis mellékág, nem? Igen, hát itt alul vannak ugye Nokia N8, E7 de dobozos. De ebből is egy csomobozos, érted? Persze, Nokia 6500 dobozos. Akkor van az a Sharp 904SH, az a elég fura színű kékes, az a telefon, azt tudod még kemény? Mert ez ilyen 2000, hát nem is tudom, hámas telefon. Akkoriban a felbontás egy telefonnak ilyen 128x128 pixeles. Mármint a kijelző. A kijelző. Annak tudod milyen kijelzője volt akkor? 640x480. Az fasza. Bazd meg, érted? Olyan felbontás volt, hogy akkor még tévébe is álmodtál róla. Hát meg Nokia N9-ek, meg ilyen az egy McLaren-es Sharp, úgyhogy... McLaren-es? Így van. Miért McLaren-es? Hát mert McLaren-es, akkor nagyon ment a McLaren, és kinyitod, akkor McLaren-es van benne, menü meg ilyenek, úgyhogy nagyon vad a cucc. Na itt alul jönnek az érdekességek. Miért most jönnek az érdekességek? Eddig is ja, érdekes. Ez nem volt érdekes. De hát ez nagyon durva, ez az 727 darabosból egy szintén limitált, tehát azért egy ilyet... De úgy, hogy megvan az egész doboza, benne a körítés, és benne van a hungot, vagy az a barna papír is, ami tartja az egészet, mert ugye ebbe például fönn nincs meg. Na, srácok, ezért kell feliratkozni a TikTok csatornára, tehát ilyet nem máshol nem láttok, csak a BRSK-n. Ilyet biztos, hogy nem látsz, mert még ennek az egész doboznak van egy külső tok, amit ilyen műanyag, amit ráhúzol, az ott van alul. Úgyhogy még az is megvan, csak nem látszik. Jó, az nem látszik, igen. Hát de, nagyjából még... De látszik, azért mondom, mindene megvan. Úgyhogy... Ezért van lakat mögött szó szerint. Igen. Ott van a Swarovski izé is van hozzá. Mennyibe került ez? Sok. És, ez és mennyibe kerül most? Azt tudom, elterelésre. Még több. Ja. Na nézzük tényleg a lényeget. Elkalandoztam a izék irányába is, így a laptop irányába is. Ugye a vadabb dolgok, amik érdekel, de most már azért beszerzek nem annyira vad dolgokat is. Például ez egy Klevo D900T. Ebbe belement Prescott-ból is a legvadabb is, a 3.8-as is. Ne, tehát 3.8-as. Csak hogy tisztázik, tehát nem laptop, hanem asztali processzor van a laptopban. Így van. Ja igen, hát asztali proci van a laptopban. Meg van benne egy GeForce 6 6800 Ultra. Ez hihetetlen. Laptopban, és az kb. Hozta a... asztalinak a GeForce 6800 GT szintjét azért szintjét. Tudta laptopban. Jó, hát jó, vastag is volt. Tehát ez egy, hát ebbe 5 ventilátor van, ez beindult. Ja, oké, tehát Alienware. Igen. Tehát ez egy korai Alienware laptop. Ja, igen, mert ez a Klevónak a Alienware változata, de alul az van ráírva, hogy D900T, úgyhogy mind a Klevónál. Úgyhogy, na nézzük, az alsó, az egy kicsit keskenyebb, itt már tudtak kompaktabb méretet csinálni. Ez egy Alienware M9700. Ebben egy egymagos AMD van, 754-es proci. AMD. Igen. Ez is asztali proci. Asztali 754-es proci van, az komoly. Abból az egyik legvadabb órája, veszem 2,4 GHz és a legvadabb 754-es proci van benne. És két 7009GS. Úgyhogy ez eseli. Eselibe! Igen. Ez eselis, ez a kis vadállat. Gyönyörű. Itt a tápegység hozzá. Üzemképes. Kikandikál a billentyűzet védőfólia is még benne. Tettem bele egy kis fóliát, hogy mondom, ne nyomja össze még véletlenül, se hagyjon. Hát ez a vitrin, ez nem durva tényleg. Imádom ezeket a Klevókat, amúgy nekem egy kis hagyva, és Alienware, de van Klevó változat, ahol nincs rajta a kis fejecske, úgyhogy
van Clevo D900C-m, akkor van Clevo D900K-m, na majd azokról is mesélek. Na nézzünk akkor egy kicsit körbe, hogy itt az FX pack. Itt az FX pack, amit most nem nézünk meg. Igen, ez a dobozos része. És ez milyen FX pack? Az nem FX pack, az egy laserdisc bontatlan, ugye ez a Terminator 2. Bontatlan? Bontatlan. Miért nem csodálkozok rajta ma? Ja, igen, a bontat, meg a kedvencem, ugye a Die Hardnak a harmadik része. Úgyhogy ez a két kedvencem. Amikor mentem az FX pakki, egyik kártya rossz volt, és a sráccal így megegyeztünk, hogy akkor, hogy mi legyen, mi legyen, és akkor mondtam neki, hogy mert tudta, mondta, hogy van lézerdiszk, akkor mondom, akkor bizniszeljünk lézerdiszket, és akkor így kaptam azt a két lézerdiszket, de nagyon örültem neki. Majdnem, hogy örültem, hogy rossz volt a kártya, mert imádom a lézerdiszket, és főleg ezt a két filmet. Úgyhogy hát ebbe a pakba itt minden, a gyerekek ezt majd külön bemutatjuk. Tehát ezek itt kifejezetten csak GeForce FX. Ez mind FX, amit itt láttok, ez mind FX. Csak egy doboz, léci. Hú, várjál. Ezt csak kívülről, hadd nézzem meg. FX 5009-et. Igen, csak dobozát. Várjál, oké. Okay. Aztán... Mutatok attól izébet is. Nézd meg. Van abból 6800 GT-m is a Openből, úgyhogy dobos, ha majd úgy lesz. FX 5009 dobozos, hát az... Az úgy meleg. Elég komoly cucc. Az úgy meleg. Na hát alig várom már. Én várom amúgy. Van itt FX 5009 XT-s, és majd 5007 Ultra, aha. Van itt minden, úgyhogy majd ez legközelebb. Hát igen, ez megér egy külön műsort, hogy akkor nézegessünk. Én szerintem is egy pillanat, akkor ugyan megyek tovább. És akkor ezek a nem dobozos, de ugyanúgy FX kártyák. Van, ezek bazi, látod, hogy ez a 5007 Ultra, meg ilyenek, úgyhogy itt azért vannak olyan szépségek, hogy a szíved megáll. Ez egy ilyen mentés most, ilyen sima P1-es, amit nem volt szívem szétszedni. Hát szép fekvőházban. Azt mondom, és autentikus szép. Annyira egybe van az egész belül. Egy azt kérdezik, hogy közöljött két kérdés, és lézerdiszk lejátszód is van-e? Hát, várjál. Illetve másik kérdés, hogy 5950 Ultrád is van-e? 5950 Ultrám azt hiszem pont nincs, hanem 5009 Ultrám van. 5009 Ultrám. Ott van valahol a pakba, úgyhogy... De mondjuk a 5950 Ultra megmozgatja a fantáziámat, ha már van egy 5900 Ultrád, akkor már annyira nem. Úgyhogy meg azok azért szerettek meghalni. Az a egy bajom van, hogy be is szerzek egyet, az előbb-utóbb tuti feldobja a pacskert, úgyhogy majdnem, hogy hiába szerzi be az ember a dolgokat. Mi a franc lézerdiszt lejátszok, itt kinyitja itt a úriember. Hát, csak mondom, hogy van, akad egy-kettő. Igen, azért. Tehát a kérdés a válasz, hogy van. Igen, kicsikét, De nem csak az, hogy gyűjtem a lemezt és nem tudom lejátszani, úgyhogy... De több lézerdiszt lejátszod van. Hát persze, bazd meg. Hát, milyen kérdés ez, már ne haragudj. Most egy kicsit azért megsértettél, baszki. Hogy a viharban ne lenne több? Hát ennyi, nem szaragurítasz. Van ott erősítő is hozzá, úgyhogy... Hát itt sorakoznak a lézerdiszk lejátszók, tehát itt szerintem a nézőknek tetemes része, az se tudja, hogy a lézerdiszk. Igen, azt a kiállítás. Nemhogy Magyarországon már van. Ja, meg ott van. És akkor erre neked meg itt befigyel, nem tudom, hány lézerdiszk lejátszód. Ott is van szint egy IBM XT. Hatalmi az az ember, azt írják neked. Várja, négy darab IBM XT van? Baszik, most már én sem tudod. Az én a... Kezdek egy kicsit elveszni, tudod. Jaj. Mert itt is vannak cuccok, hogyha már itt nyitogatásról van szó, ugye. De várjál, és ott is. Ahogy vannak a laptopok, akiről még beséltél, hogy azért vannak szép szám. Hát ezek szerintem egy külön műsor lesz. Igen. Amikor laptopokat megnézegetjük. Ezekben a dobozokban mind videókártya, de hát ez... Miért ilyen nagy a tárca? Azt kérdezik a Laserdisc-nél. Hát mert ugye ez akkora formátum, hogy... Tudsz valaki pár szót mondani a lézerdiszk, illetve nincs esetleg kibontott lézerdiszked? De, tudok, mutatom. Na azt nézzük meg, tehát aki esetleg nem tudná, mi az a lézerdiszk, akkor most jól figyeljen. Mert ez egy olyan dolog, hogy nem csak Magyarországon volt belőle annó, hanem egész Európában, nem? Hát igen, akkor nálunk még amikor a lézerdiszk, ugye, azt hiszem 76-ban... adták ki az első lézerdiszket. Írják, hogy szerencsé, hogy a szekrény nem szakad. Azt tényleg nagy szerencsé, hogy nem szakad le. Azt tudod, hogy csináltatta? Hogy a mesternek, ahogy mondom, úgy nált meg, hogy mondom, ebben lesz 200-300 kiló is. És megcsinálta, mert először nem hitte el. Tudod, ide jött, azt mutattam neki, hogy mennyi cucc van, és akkor megcsinálta úgy, bazeg, mondtam neki, hát lehet látni a polcon. Ha... Figyelj, ez a távirányító, ez mondjuk nekem is új. Ez figyelj, ez a távirányító, hagyja én.
Ja igen, Panasonic. Egy kicsit nagy. Nem is értem amúgy ezt. Milyen vadállatoknak tervezték. Ott azért nem nyomsz. Nagyjából, ja, csak hozzám értem a telefonomat. Akkora, mint egy mostani okostelefon. Meg sőt, egy kicsit nagyobb. Hát a nagyobb okostelefonok mérete, igen. Laserdisc VHS után jött, ha jól tudod. Nem jól tudod. Előtte volt, ráadásul... Na jó, én nem mondok semmit, majd a Robi Balboa majd mindjárt mondja a sztorit. Most a VHS-ben annyira nem vagyok otthon, hogy az mikor indult, de... Figyelj, ezek mindent kiszúrnak már, mint a nézők. Az ott egy Vermona hangfal a fólia alatt? Várja, hol? Ja nem! Nem az. Mert amúgy ti mindent kiszúrtok, én már nem is csodálkoznék, hogyha így kiszúrtátok volna. Nem, az a saját PC-m, az nem retro, az egy Threadripper, második generációs Threadripper 64 giga RAM-mal, úgyhogy az más téma. Na de akkor laserdisk! De várja, ez egy pont egy zenek. Pont egy szintén egy fóliás, bontatlan laserdisk. Nem, ez bontott. Bontott? Ez például ezen izé van, koncertfelvétel, Deep Purple. Na, most a időseket így egyből megfogtam. Szeretem, nagyon voltunk is a Deep Purple koncerten, és hibátlanul lejátsza, olyan szép hangja van, hogy azt el se hiszitek, úgyhogy egy ilyen CD minőség mondhatni a hang. A lemez nem a legszebb, de... Nem tudom, hogy hogyan tudnánk visszaadni a méretet, hogy ez mekkora egy hatalmas lemez, akkor mint egy bakelit lemez. Így ez van. Volt a Laserdisc. Ugye azt mondtad 1976, amikor megjelent? Tehát a 70-es években, mikor nálunk még VHS sem volt. Ja, igen, itt még fekete-fehérben nyomjuk, ha volt a fekete-fehér tévéje, ott még már színesbe vették fel a dolgokat, színesbe adták ki a Laserdisc. Ráadásul ezen a, nem is tudom, vagy a hang, vagy a kép valamelyik, nem mind a kettő, az egyik az azért digitális volt ráadásul, ha jól tudom. Analóg volt a hang. Az biztos. Akkor a kép volt a digitális, ami rögzítve volt rajta. És hát tényleg, hát hatalmas, maga a borító is gyönyörű, szép. Igen, abban az időben ez a minőség, ez hihetetlen volt. Én szerintem még mai napig megállja a helyét. Tényleg egy jobb laserdisk, az bőven van egy majdnem, hogy egy DVD minőség. De mondom, ez a távirányító is akkora, mint a kezem. Jó, hát ha tudunk beszélni majd legközelebb a laserdiskekről. Gondoljátok, mert ja, arról lehet. Nagyon kíváncsi lennék rá, milyen képi minőségben, tehát lenne majd erre igény. Figyelj, a képi minőség az változó, mert például voltak olyan, nem is tudom, mint hogy a kalóz felvételek lettek volna, mert láttam olyat is, ami kb. A VHS szintet alig ütötte meg, de volt olyan is, ami kb. A DVD szintet leütötte, úgyhogy ez változó volt. Itt nem volt az, hogy fixen, mit tudom én, mondjuk most is változó, ha azt veszük, mert egy társfilm se ugyanolyan, mint egyik. Jó, akkor ezt egy kicsit így félre. Na itt ugye ez a sok doboz. Itt a pak. Igen. Még! Sok az a dobozban bent van, csak még nem volt időm összepárosítani. Úgyhogy azért ültem ezeket be, mert ugye majdnem is szereztem be ilyen dolgokat, hogy 9200, mert pont nincs benne, van 9200, csak még nem volt időm belerakni. Azért szereztem be ilyet, mert ugye ilyen sok embernek volt tutira. Ezt tegyük félre, ez semmi. Akkor GeForce 2 MX400, az is rengeteg embernek volt, úgyhogy azért szereztem be ilyen dolgokat. Azt kérdezik, hogy Diamond Edge 3D videokártyád van-e? Diamond Edge? Igen. Hát, fene tudja, lehet. Nem tudom. Mert? Kérdezték csak, lehet az van a kérdés, hogyha van, akkor mutass egyet. Ja jó, hát az a baj, itt egy kicsit nehéz így előkapkodni a dolgokat. Na, úgyhogy nézzünk körbe. Mire vagy még kíváncsi, Sanyi? Hát, hajrá! Amit van kedved, bármi, szívesen nézzük. Ja, jó, akkor ezt tegyük félre. Ezt van. Azt sem tudom, miben mi van, hallod. Mert nem mindegyikben az van, ami... Várjál, annyit csinálunk, hogy megállítjuk a live-ot, és akkor egy-kettő perc múlva elindítjuk, lehet úrindítom a telefont, mert sokan írják, hogy szaggat a live. Aha. Akkor el ne tűnjetek, most akkor lelövöm az egészet. Úrindítom a telefont, és akkor mindjárt megpróbáljuk újra, jó? Úgyhogy el ne tűnjetek, mindjárt jövök vissza. Folytatjuk innen, még akkor egy kicsikét még kütyüzünk, és akkor addig hát, ha jobb lesz a következő. Visszatért? Indítsuk újra, megszakítom a live-ot, mindjárt elkezdjük még egyszer akkor csinálni. Jó, úgyhogy jövünk vissza, 2 percet adjatok, úrindítom a telefont, jó? Akinek tetszik a téma, iratkozz fel a csatornára, hogy le ne maradjál semmiről se. Most jó, mindegy, valaki azt írja, hogy le is fagyott meg minden, feliratkoztok a csatornára, mindjárt megy az értesítés, akkor és akkor innen folytatjuk. Jó, úgyhogy tényleg le ne maradjatok, megállítom, 2 perc, újraindítom a live-ot, el ne tűnjetek. Most jó, na most akkor mi legyen?
menjen tovább, vagy akinek még rossz, akkor... Lehet, hogy valakinek rossz a telefonja, tudod? Jó, én ma hozzáteszem, nekem is, én is látom, hogy mintha szaggatna a live, tehát kicsit akadozva, én is akadozva látom. Most jó, azt mondják, hogy most jó, akkor hadd menjem. Na, tehát ahogy eddig is volt, totál minden rád van bízva, bármi, amit szívesen megmutatsz és beszélnél róla, szerintem nagyon szívesen megnézzük, akár csak egy üres doboz, akár egy doboz nélküli hardware. Például itt van ez a lap, ez is 875-ös chipset. Ez azért volt különleges, ez benne van a házban, azért nem tudom most így hirtelen megmutatni az izét. Ja, ez be van építve. Ez itt be van építve. Abban a szép kis termálték ház. Termálték ház, aha. Az a baj, hogy ezt most nem fogom így... Jó, nem bontjuk ki, nem, persze, nem téma. 30, vagy 30 kiló a cucc, úgyhogy kurva nehéz. Azt nyugodtan bonts ki, mert nincs benne a lap, de hopp, ez nem az. Közben azt nézem, hogy olyan kéne úgy venni, hogy ne csillanjon bele a fény, mert olyan csillogós a doboz. Nézzek, itt külön a VRM-nek volt egy külön izéje, vezérlője. Még pluszba, úgyhogy ez elég... És ami még érdekesség, ne felejtsük el, hogy 6 memória foglalatos a... Így van, ez elég különleges lap, úgyhogy... És azt vágod, hogy ebből volt olyan, ami még ráadásul... Tehát ennél volt egy még durvább, mert ebből volt olyan verzió, ami még támogatott még SCSI-t is. SCSI-t? 68 minős SCSI-t. Várjál, szerintem ez is tud SCSI-t, vagy ez külön, mert van benne SCSI vinyó, van benne, csak most nem tudom, hogy... Nem, akkor itt látszódna, lenne rajta az SCSI-vezérlő. Akkor lehet, hogy azért van külön kártyával a SCSI benne. Uh-huh. Úgyhogy ez se rossz. Kis... De az, hogy ez is dobozos verzióban. Igen. Ezt vétek volt beépítve. Ott a whisky, ezt már egyből kiszitáltak. Hát igen, úgyhogy... Van ám ott üdítő ital is. Sanyinak adnánk, de az a baj, kocsival van, úgyhogy... És... Ez a nem volt szívem szétszedni a gépet, annyira egybe van, tudod, benne van ez a lap, a videókártya, SCSI, akkor ilyen, ez se gyakori, ilyen jazz kártyaolvasó. Ez egy, olyan, mint egy Winchester, ugye van benne egy merevlemez, 2 gigás, van belőle 1 gigás változat is, és olvasásba egy ilyen merevlemez. Meg lehet egyetni, hogy néz ki? Vagy van benne cucc? Persze, mondhatni ezek bontatlanok. Tessék. Tehát tényleg... Úgyhogy írásban egy kicsit nem, lassabb, de olvasásban ilyen merev lemez sebesség. És ezt mi a francba rakod bele? Van, ennek volt külön olvasója, ugye? Van olvasó benne, úgyhogy azért mondom, hogy nincs szívem szétszedni azt a gépet, mert annyira egybe van, hogy ezt így hagyom meg, majd beleteszek valami, mert azt mondom, most egy FX 5600 van benne, mint amit láttál is itt a dobozban, ott a papírja. Vagy valami vadabb FX-et belerakok, és hogy egybe lesz a cucc. Ez nem is tudom, ez egy szinte egy P1-es lap. Mondjuk már, kinézzük már meg. Na, meg ezt is megnézzük. Hát mindent megnézünk, mindent szeretném. Van benne még egy, látod? Megnézzük mind a kettőt. Bakker. És ebben is ott a memória, tehát ez a perverzió, minden lapot úgy rakunk, hogy van benne memória. Hát nem, hát úgy csak szétszóródik. Na, ez egy korai. Talán Intel 430 TX chip-es alaplap, VX-es lesz, Intel 430 VX. Így van. IZA plusz PCI portokkal, van benne valami Pentium CPU, cache memória foglalat, így itt még meg lehetett bővíteni, úgyhogy ez azt hiszem alapból 256 kB volt a cache memória, igen. És akkor azt még tudtad még bővíteni. Ha igen, itt lehetett jumperrel beállítani, mennyi cache memóriával akarod használni. Dallas chipes, az gyilok. Az igen, azt majd lehet, hogy... Ezt meg kell pimpelni, mert megám. Ez lemerül, ugye gombelem van benne, igen. És hogyha az lemerül, akkor nem tud elmenteni a BIOS beállításokat. Illetve van benne rogyási pakova memória, szép nagy memória modulok vannak rajta. Ez ugyanaz. Nem tudjuk, hogy mekkorák. Hát, valamennyi RAM benne. Hát ez egy 32 megabyte biztos. Ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Csak ez ebben már nincs. Garancia 917. Ez nem tudom. Nem tudom, mit jelent 91. Ja, hát az biztos, hogy nem. És akkor itt van még egy, ami CPU nélküli. Így néz ki. Intel 430 VX. Az kb. Egy újnak néz ki. Socket 7-es CPU-k mellé. Igen, nagyon szép állapotban van. Ebben nincs egy memória. Integrálva elsők között a PS2-es port. Ugye ez nem, ez a PS2-es port, ez izének volt, egérnek volt. Ugye a billentyűzetből az AT csati ment bele. Igen. És akkor billentyűzetből, ugye egérből megment a PS2. Nagyon szép állapotban vannak ezek is. Hát nem szeretem azt, amilyen kutya szájából kiszedett állapot. Amikor megy valaki lenni és látom, hogy olyan, mintha a kutya szájából szedték volna, hát mondom, gyerekek, hogy tiszteljük már meg a technikát egy picit. Szerintem megérdemlik már, főleg, hogyha ennyi mindent túléltek, akkor azért
tényleg visszazárni, a jó Isten nem tudja, úgyhogy jó, akkor nézzük. Hát most tényleg... Na várjál már! Mond. De ez egy Pentium 1-es alaplapos doboz. Tehát akkor ez konkrétan valószínűleg ezeknek az alaplapoknak a doboza? Szerintem igen. Beszarok. Már bocsánat. Na, de nem is tudom, mit hoztam, de... Ja, hallod, ebbe... Ez miért van kiforgatva a doboz? Rendeltem egy videókártyát, tök mindegy, nem is tudom, valami FX5002-es, vagy nem tudom mit. És ilyen kártyát még nem hallottam. Feiyang! Azért nem dobtam ezt a dozt, mert ilyen Feiyang grafics... Hát mondom, hol van, ha valaki ilyet tud, akkor szóljon. Ez tudja valami kínai belpiacos tud. Tudti, azért hagytam meg, de a már dobozom van hozzá, úgyhogy... Úgyhogy ha valakinek van ötlete, vagy kártyája, akkor szóljon is. Egy jó kis Feiyang kártya, mi? Feiyang kártya. Csak már azért, mert, nem azért, mert annyira hiányzik, csak mert... Nem, olyan, a grafik olyan pixeles, mint az állat. Nem is mutatja, mire képes. Valamiről befénymásolták szerintem, tudod ezt a... Hát persze, lehet. Na és mi van az acsiba? Hát csak egy sima FX5002, ha jó rémlik. Na hát akkor nézzük már meg, mert nálad semmi sem sima. De sima, mondom. Ja, de ez is elég új. Vagy FX5005? Hoppá, már is nem sima FX5002, hanem egy FX5005. Ez se nagyon volt bontogatva. Na hát akkor ennyi, úgy indultunk neki, hogy sima FX5002, erre egy, oké, még mindig egy 5500, ugye ez egy túlhúzott FX5002. Hát, igen. Ugyanaz szinte, de azért egy bontatlan, érted? Tehát hopp, megint befigyel egy bontatlan videókártya. Na jó, van már hát most. Ivalkire, hogy a Feiyang ismerős gyártanak LED lámpát is. Hébe-óba a videókártya is sikerült. Hát attól függ, tudod, mit tudtok összeszedni alkatrészt, dobjunk belőle össze valamit. Ja, azt mondom, hogy hú, most ilyen alkatrészt tudtunk csúrni, akkor a legyen videókártya, úgyhogy hát igen, vannak ilyen szépségek. Feiyang. Akkor nézzük még, mi van ebben. Ebben is van valami alaplap, de már nem tudom, micsoda. Valami megint tök matrica már. Hát szerintem ez egy 754-es chipsetes valami. Ja igen, nem. 845-ös akkor Max Pentium 2, 4. Pentium 4. Ja igen, 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 most már rémlik. Hát ez is ugye single channel. Milyen szép ez a hűtés, így, úgyhogy nem, nincs, tehát csillió ilyen hűtésem van, de én megmondom őszintén, hogy a hűtések terén kicsit igénytelen vagyok, aztán jó van az úgy. Mondjuk ez de ez gyönyörűbb kizé, tehát patika állapot, nincsen. Ez a titán hűtő, ez annyiból volt jó, hogy ezt lenyomod, és már ki is tudod kattintani. Nem olyan, mint a gyári hűtő, hogy ott izmozni kellett vele, meg minden, ha széttörted a foglalatot, ez pikpak leszeded, úgyhogy ezt imádom, ezt a fajta hűtést. Nem esebb, mint a gyári, de úgy szerelhetőség szempontjából 10/10. Itt azért MSI-nél nem sajnálták a chipset hűtőt, se a vérem hűtése, úgyhogy ahhoz képest, hogy egy... Itt is milyen szépek a kondenzátorok, csak úgy csillog a tetejük, nincs megpuposodva. Egyit megvan, látod a zöld szó. Ó, világ vége te! Mindegy, tehát kicserélem, azt ennyi volt, úgyhogy... Hát ahhoz képest, hogy egy 845-ös lap, ahhoz képest tényleg eléggé megadták a módját, hogy a chipset is meghűtötték, akkor a VRM-eket, hogy... Az MSI-nél komolyan gondolták, hogy... Mondjuk nagyon nem szeretem a MSI lapokat, de... És az, hogy érted, mi megvan hozzá... Nem, az nem ahhoz van, az a tudom, ez a dual process izéhez, matrica. Csak ebbe dobtam bele. Mindegy. Majd tudod, szerezem kell egy ilyen lapot is, meg minden, mert van hozzá matricám. Úgyhogy így szokott indulni. Egy matricám, szerezzünk lapot. Nézzük, mik vannak még. Akkor én már tudom, hogy mire fogom veled elbortolni azt az abitot. Hagyjam. Ja, várjál, nem ezt kérdezte a kollega, hogy P5 E3 VS Pro? Milyen az kollega? Elején. Az elején kérdezte az egyik néző, hogy van-e olyan lapom. Nem tudom, lehet. Te ezt kérdezte, nem? Csak a dobozban nem az van, mert most ezt csak itt beledobtam. Ezt is... Ez egy X38-as lap. Ugye ez már a... Hát... Core 2 Quad. Core 2 Quad, igen. Korszak. Elsőként PCI Express 2.0. Így van, így van. Szép. Elsőként DDR3 memória támogatás. Ugye P5 E3, a 3-as az a DDR3-ra utal. Így van, így van, így van. És ugye azért VS, mert ugye elkapott PCI Express foglalatokat is. Igen, vezérlő chipat, vezérlő. Na, vezérlő sem megy. Igen, igen, LG a 7-7-es alaplap. Ez egy ilyen, hát workstation alaplap, tehát igazából ezt nem nagyon kell itt magyarázni. Ugye kicsikét a desktop alaplapok fölé, de a szerverek tulajdonságait áthozva, hogy a PCIX-et.
Ja, nagyjából minden ennyi. Földi jót kapott, hát azért megnézhetjük, hogy azért... 8 sata rajta. Sata annyi van, mint égen a csillag. Akkor ezéből is dupla... Dupla lam. Dupla lam. Úgyhogy ezen van, de... Tényleg jó kis baszó, izé, északi hűtés. Na, szépen meg van támogatva, úgyhogy... Ezt is mondjuk... Azt kérdezik, hogy alaplapos és videokártyás matricát honnan tudok szerezni? Szerintem a AliExpress. Aha, szerintem is. Hát én úgy gondolom, hogy hát, eredet itt már, illetve ja, hát, ami fennmaradt olyat nagyjából esélytelen. Hát, meg hát mondanám, az eBay-ben... Oh. AliExpress-en érdemes. Érdemes inkább, mert a eBay-en el vannak borulva az árak, és az a baj, hogy sok kollega meg mit tudom, onnan veszi az árakat, hogy ó, a eBay-en ennyibe kerül, meg annyiba, hát jó, ez meg az eBay-t, érted? Azért az nem mérvadó szerelésen. Hú, várjál, itt... Nézzük, mi van itt. Megint egy szép kis dobozos cucc. Ja, hát igen. Azt kérdezik, hogy nektek ezekhez a cuccokhoz külön ház van? Hát végül is jó, lehet mondani. Ja, hát igen, hát pontosan. Igen, még egyszer nézzük már meg, tehát itt azért látszik, hogy egyek be itt a cucc. Fie, valaki macskát meg kutyát tart, mondjuk az se ízé, annak is kell a hely, érted? Így tehát, van, így van. Ez helyigényesebb. Legalább ez nem mozog össze-vissza, tudod. Van. Hát még ott a szekrény tetején van, ott nem azokat az 6900X-es dolgok. Oda ott a Commodore 64-es beficcel. Ott, ami le van takarva, ott is van alatt a Commodore monitor, meg ilyenek, úgyhogy... Azt kérdezik, hogy van-e olyan alaplapod, ami PCI és RGB kártyát is kezel? Persze. Asrock csinált ilyet, igen. Igen, van. Szóval lehetséges pont ez az, nem? Várjál, nem, mert abban szerintem nem az van, ami a doboz, de a szekrényben, a dobozban biztos, van, hogy valamire lenne, van, igen. Van izé is, inteles lap is van ebből, ami izét tud, ugye 775-ös foglalat és RGB-t, meg PCI Express-et, meg van izébe AMD-sbe is. Ez így még egyszer. Úgyhogy van minden. Na hát, aki eddig nem iratkozott fel a csatornára, nem győzem elmondani, tessék feliratkozni, mert tehát ilyen motyaszokat nem nagyon láttok máshol itt a TikTokon, úgyhogy elég komoly cuccokat tudunk nektek szerencsére bemutatni. Na. Felkutatok minden gyűjtőt, és megfűzök minden gyűjtőt, hogy mutassa meg a portékáját, mert igenis van értelme, ti meg megmutatjátok, hogy a feliratkozások számában, hogy ti meg vevők vagytok erre, és... Nem is mutatod, hogy itt egy bontogatok. Jó, hát csak egy kicsit a marketinggel is foglalkozni kell. Jó. Köszönjük az elismeréseket, köszönjük a szívecskéket, az ajándékokat, nagyon köszönünk, meg a főleg inkább azt, hogy itt vagytok. Tényleg nagyon jó érzés, hogy van értelme ezt nekünk csinálni. Fogjuk a továbbiakban is. Úgyhogy ezért mondom, hogy iratkozzatok fel a csatornára, minél többen ide jöjjenek népek. Nyomassatok most akkor még légy szíves egy megosztást is erre a live-ra, még jöjjenek ide az emberek. Azt akkor nyomjuk tovább, mert megint valami tök jó dobozos tuc van. Kisolja, minek a kis tesója? Ja, igen, a Gigabyte-nak. Így van, ez a kis tesója, ez is elég. Ahhoz képest, hogy mondjam, 5-ös chipset, és elég megvan csinálva. Patya úristen, mennyi tartozék van benne. Azért mondom, hogy 85-ös tére basszus, ez nagyon is nézők. Azt írják, hogy ez a szoba az egy retro számtek volt. Hát, ja. Hát, igen. Ez inkább szétse lesz. Nem, ez bontatlan, úgyhogy ez szintén... Ne, figyelj, ezt nem akarom elhinni. Tuti bontatlan, mert még ott van. Itt nekem észre kell lennem, itt nekem össze kell magamat szedni, ha már én vezetem itt a műsort. Itt nem lehet gyerekes örömet eljátszani. Érzem az új alaplap szagot. Ugye, azt mondom, ez új alaplap szag azért. És az a durva, hogy ez a matrinya, ez a dual bioszos matrinya itt szépen rá van ragasztva a PCI buszokra. Ez azért van, mert ez egy bontatlan alaplap, érted? Tehát itt van minden tartozéka. Ami megint bontatlan. 2002-ből itt van ez az alaplap, immár bő 20 éve bontatlan várja. Az, hogy egyszer be legyen indítva. Soha nem lesz beindítva. Szintem se, az a baj, hogy nincs szíve az embernek. Ugyanilyen lapot elővesz az ember, beindítja, de ezt így szétszedni, hát gyerekek, tényleg az az új illat, hú, de megcsapott. Kár, hogy nem lett illatot is. Dual bioszos kis, hát igen. Azért ugye írja is. Jó, hát akkor ezt az alaplapot közelebbről úgy nézzük meg, hogy tessék, nézzétek meg a manuált. Igen, de amúgy a dual bioszra visszatérve az egy nagyon jó ötlet volt akkoriban, mert ugye mókoltad a bioszt, írtad a bioszt, frissítetted a bioszt, és hogyha elszállt a biosz, akkor ugye nem volt az, hogy szevasz alaplap. Mert ugye, hogyha csak sima zét volt, nem dual bioszod volt, azt elszállt a bioszírásnál. Hát akkor kuka az egész. Akkor, ha jó, nem, de... Hát nem teljesen, de nagy valószínűséggel kuka volt. Ha csak nem volt egy romírója egy haverodnak, meg mit tudom én, azért nem szolgáltak az olyan haverok, akiknek így ilyenek
voltak mindenhol. Na várj, azt sem tudom, hogy hogy volt ez így berakva, bakkeret. Ezt is becsomagolom. Hol volt a hátlap? Nem? Tudom, nem. Vissza a videót, hogy hol volt a... Na és még akkor lemaradt még a manuál. Tudom, ne is mondd. Ez a legszebb, amikor utána vissza kell pakolgatni a cuccokat, azt nem, nem megy vissza, mert az életben nem, izé, nem tudod úgy visszarakni, hogy gyárlag benne soha volt. Na mindegy. Most már ez így marad. Jó, akkor ez így lesz. Na egy pillanat, Sanyi. Pakoljál csak, addig itt nézzük a dobozokat, hogy mik vannak még. Tudod nézni, szabad. Az szabad. Ja. Rengeteg, rengeteg izé, dobozos cucc. Mondd a nézőknek, hogy ezt mind mi adtuk, de tényleg, hogy lássanak ilyet, mert ugye ez mind ki lenne górva, fel lenne rakva eBay-re. Halljátok, halljátok, srácok! Mert ugye sok ember azért vásárolja fel, hogy ugye megfogja a üzlet eBay-re felrakni, és akkor ilyet nem látunk az országban. Ha kikerül az országba, utána nem lesz. Úgyhogy én azért mondom, hogy én mondhatni, hogy megmentő vagyok, úgyhogy megmentem az eBay-től, meg a külföldi vásárlóktól ezt a témát, úgy, hogy lássátok a kiállítást. Mert mindig ezt mondom, hogy srácok, ezt értetek van, értetek, csináljuk. Hát és ez annyira ez tök jó, hogy most ide jöttem hozzád, beszélgetünk, és tőlem függetlenül te is ugyanezt mondod. Tehát srácok, ez tényleg értetek van, nektek csináljuk. Úgyhogy ha én mondom, hogy valaki, hogyha valami ősrégi dobozt előszed, vagy valami, és akkor keressen meg vele, én adok érte akár csokit, vagy kis pénzt, vagy valamit, de tényleg ne dobjuk ki, meg ne legyen elpazarolva, tékozolva, úgyhogy nyugodtan keressetek engem. Jön egy kérdés, erre válaszolok, nem szoktam azért beolvasni, meg válaszolni rá, nem trollkodásom, hogy tök komolyan írja, de azért válaszolok rá. Manapság nagyon kevés lenne ezeknek a képessége, használatra nem. Igen. De ezt nem úgy kell nézned, hogy ezt napi használatra, ó, figyeld, mindjárt a következő cucc dobozos, na, akkor is befejezem, normális leszek, és nem izé csöppenek el. Tehát természetesen nem azért használjuk esetleg őket, hogy napi használatra, lehet napi használatra, csak nem olyan modern dolgokra, mint amire most használunk egy számítógépet. Azt szoktam mondani, hogy a teljesítmény nem avul el. Pontosan ugyanúgy azt tudják ezek a hardverek, mint 40 évvel ezelőtt. Pontosan lehet jó, arra lehet jó, mint 10-20-30-40 évvel ezelőtt. Illetve azt mondom, hogy másodlagosan, tehát most már másodlagosnak használjuk arra ezeket a dolgokat, mint használtuk ezeket a dolgokat. Az első az azért rakjuk össze, hogy nosztalgiázzunk. Kipróbáljuk azokat a számítógépes játékokat, ugye legyünk összintén, inkább játékokra használjuk ezeket a retro cuccokat. Azért építjük ezeket a gépeket, azért gyűjtjük ezeket az alkatrészeket elsősorban, hogy nosztalgiázzunk rajtuk, újra átéljük azt az érzést, amikor azokkal a játékokkal játszottunk, amikor ezek voltak újak. Nem utolsó sorban pedig azért vannak ezek a hardverek, hogy olyan hardver elemeket próbálhassunk ki, amit annól nem tudtunk megengedni magunknak, mert megfizethetetlen volt, mert horribilis ára volt, és akkor most egy kicsikét ezt át tudjuk élni, és volna. Tehát úgy, mint hogy egy retro arra a trabantját, ladáját, hogy minden nap elmenjen vele az és sarki kocsmába, meg azzal járjon dolgozni, hanem egy hobbi. Tehát erre hobbiként kell tekinteni. Hát igen, mert erre jobban rá tudsz telepíteni egy gépét, akármit, ugye egy újabb gépre már azért neccesen megy rá egy régi... Ez a srác vetekszik veled, bacsis! igen, tehát én Robi Balboát régóta ismerem, és tisztában voltam nem, még egyszer mondom. Én régóta ismerem a Robi Balboát, és én azt hittem, hogy tisztában vagyok a gyűjteményével, nem. Tehát én is most vagyok nála itt először személyesen, és én is ámulok és bámulok, hogy milyen cuccai vannak. És nem győzzük hangsúlyozni, hogy tényleg nektek van ez az egész, hiszen ezek a cuccoknak tetemes része a BRSK mind megcsodálhatók. Így van. Ha tudnák, mindent levinnék, de az a baj, látjátok, hogy ide kamion kellene, úgyhogy lehessen vinni. Na ez is egy 875-ös lap, van belőle egy-kettő. De szép, figyelj, megmondom őszintén, én gyűlölöm az MS-it, én nem szeretem az MS-it. Én sem szeretem, de... És akkor így ide jöttem, és elkezdtük a live-ot, és akkor te istenített, hogy ilyen jó, meg olyan jó az MS-i. Mondom, én nem szólok, ízlések és pofonok, de azt kell mondanom, hogy ezt kurva ez ki. A dobozak, amúgy az MS-it szépek, meg régen azért tudtak szépet csinálni, most már én sem szeretem az MS-it, nem mondom, de ez is néznék, hogy milyen szép doboz. Jó, mondta, ebben is tudnék ilyen, de ez a klasszik MS-i hitvány alaplap, már bocsánat. Kinézetre, igen. De maga a doboz, tehát annyira izé gyönyörű, szép, doboz, hogy hihetetlen. Doboz az adja magát, azt tudja, hogy... P4, és akkor ilyen izé 3D-vel van rá. Nagyon adták, érted, úgyhogy... Hát bontjuk akkor. Ezt ki lehet bontani? Várjál, azt nem tudom, hogy ez bontatlan, már nem emlékszem rá. Melyiket? Ezt. Aztán már mész oda valami videókártyát. Lehet, hogy ez is bontatlan lesz, már a franc nem tudja, bakker. Hát igen, azt kérdezik, hogy ez milyen pia. Jameson whisky.
bakker, csak az a baj, hogy kocsival vagy. És rogyásig van a cucc. De figyelj, egy biztos, a kiegészítők bontatlanok. Hát szerintem ez... Szerintem ez megint egy bontatlan cucc lesz. Látod, ez a baj a bontatlanna, hogy ki kell bontani utána. Na várjál, csak óvatosan. Várjál, ez hol volt, amíg ez így volt? Igen, úgy volt. Jó. Hát, csak nem tudom, le lehet-e menni, vagy kell pakoljuk a picsába? Hát le, mert a bakker valahogy majd... Nem tudom, olyan... Várja. Jó, akkor... Nem, most már megemelem. Várja. Ott az alaplap. Na, az a lényeg, megnézzük, bekukucskáltunk. Ez is bontatlan. Hát. Bontatlan, nem nézzük tovább. Jó, engedd el, nehogy fizék, üboruljon itt a cucc. Istenem, ezt a bontatlan dolgokat. Hát, hát mert a francnak ilyeneket gyűjtesz, érted? Na, hát most igaz, komoly. Nem tudjuk megnézni. Tízre csorgatnánk a nyálunkat, meg egy szaros semmi alapra is. Nem tudjuk megnézni, mert ez egy bontatlan cuccokat mutogatod nekünk. Bazd meg. Mivel szart, amit dobálni is lehet, tudod. Na mindig. Már megérte kibontani. Igen. Hát azért lehet látni, tudod, de az a baj, a súlyát se tud adásba elmondani, hogy nem úgy van, mint most, hogy a videókártyán vagy a alaplapon kívül kb. Nincs semmi a dobozba, hanem itt full olyan súlya van, hogy kiló a sok kiegészítőnek. Jaj, hát szerintem ez egy gyönyörű. Jó van. Meg még ott asztal alatt is van még bukártya. Itt ha így le van takarva a por ellen, annyi, meg ott is dobozba. Egy picit izé van. Hát ezeket, jó, ezeket azért próbálok gondolom rendszerezni időnként. Hát most próbálom, pont az lett volna, hogy rendszerezem, csak jöttél ugye. Valami ezt a tomató alaplapot nem tudjuk megnézni, meg ezt az a korpot. Meg tudjuk, de szerintem nem az van benne. Hát jó van, akkor nézzük meg attól még, mi van benne. Semmi, most ebben most pont nincs. Ja, hogy most ebben nincs semmi. Igen, még nem volt időm belepakolgatni, mert tudja, hogy van egy lapom, ilyen tomató lapom, meg ilyen akorplapom is, csak nem tudom, hogy hol van. Az a baj, annyi minden van, hogy... Zárásként tudsz nekünk még valami érdekes dolgot mutatni? Hát figyelj! Megnézzük az SR2-t? Hát nézzük meg az SR2-t, meg én mellette láttam egy úgy bontatlan cuccot, hogy még a fólia is rajta volt. Azt nézzük már meg, csak nézzük meg magát a dobozt. Jó, hát akkor elő kell venni a létrát, mert ugye társas, nagy belmagasság mondjuk neki. Legalább elfér a sok cucc, érted? Így van, pont a szerencsémre, mert amúgy ez a szekrény, ez kimondottan ezért lett gyártatva. Na nézzük, mik vannak itt. IBM XT. Egy pár darab. Meg egy pár modellem billentyű. De azokat mind letisztítottam, szétszedtem, köröm, vagy kis kefével lekeféltem, úgyhogy ezt a szemüveget, ezt nem tudom, mennyi ismered ezt a hármat. Múltkor mutattam egy ilyet izébe az egyik live-omba, és ismerem, de nekem ebből, na végre valamit tudok én is mondani, van nekem is bontatlanom. Na, ez a szemüveg az azért jó, mert ugye az Asus-os szemüveghez, ami itt van, ahhoz Asus kártya kellett speckó kimenettel, ehhez meg nem kellett semmi speckó kimenet, ezt rákötöttem 6600 GT-re, és úgy Doom 3-aztam. Kiveszed? Meg tudom mutatni? Csak persze, én meg megmutatni. Persze. Na, és ha már így beszélünk róla. Kurva jó. Hát ez egy ilyen 3D-s szemüveg. Csak CRT-vel működik, vagy ez már ment LCD-vel is? Nem próbáltam LCD-vel, hát régen ugye nem nyilván. De... És akkor ez ilyen 3D hatást adott. Nagyon. Hát tudod, Doom 3-at told ebbe. Megőrülsz. Olyan izéje van, 3D hatása, hogy... Igen, jó cucc. Nagyon. Csávónak a feje. Hát de tényleg elszállsz tőle. Mert ugye a Asus kártyákhoz, amik voltak 3D-s programok, azok elég gagyik voltak. De egy Doom 3-mal ez a kártya őrület. Úgyhogy, várjál, csak vele lökjem itt a dolgokat. Van itt ilyen kis bontatlan hülyeségek, mint a FX5002, akkor PS2, ilyen processzor, egy ilyen akármilyen újabb. Kis i3-as, aha. i3-as. Neked nagy perverziód az FX videókártya széria, hallod? Igen. Akkor van itt, várjál, hogyha van egy bontatlan cuccokról, hogy a végére, akkor ez a Pentium D bontatlan. Le fog merülni a telefon. Le fog merülni? Ja. Ezt a csávót. Akkor van itt 7800 GS bontatlan. De ezeket ma legközelebb, kivetetem veled, azt megnézzük. Az EVG-ját nézzük meg. Ó, bakker, azt nem mondtad, hogy ilyen sűrögni, forogni kell itt, mert merül a telefon. Milyen telefonod van? Jó, van, majd megoldjuk, majd felteszem. Kapsz valami szép retro telefont, ami sokáig bírja. Na várjál. Ki tudod venni? Atya úristen, mekkora doboz. Hát bazd meg, HPTX formátum. Na várjál.
Mint egy izé családi pizza, úgy hozod. Hát kb. Ehhez, az alaplaphoz, a izé... Hallod, nem tudjuk ide rakni, mert közben felrakom akkor a telefon töltőre, le fog merülni, nem tudjuk megnézni itt a végét. Ott van hozzá csak a ház. Ja, az a ház. A Realme ház, HPTX formátum. Csak HPTX-be jó. Ugye a XLATX fölött van a HPTX formátum. Van itt egy ház, meg az is HPTX formátum. Aha, azok azért ilyen honbár nagy házok, mert... Nagyon, hát igen, abba belemegy, nem tudom mennyi, 9 kártya, meg ilyenek. Úgyhogy, várj egy pillanat, akkor hűha. Jó, hát. Kicsit el kell itten pakolni. Csak addig bírja ki még a telefon, amíg ezt az alaplapot megnézzük. Hát igen, csak ez egy külön asztal kívánt. Ó, de pont izé rá tudunk tenni a töltőre. Nincs hosszabb izé. Jó, ez... Várjál, van hosszabb. Húz azt a cuccot. És itt a... Nincs hosszabb izé. Jó, ez... Várjál, van hosszabb. Húz azt a cuccot. Jó, és nézni ezt a kis... Hogy hozok valamit, amit mondani, és akkor... Például itt van ez így. ST6. Hát ez egy ATX-lap, dupla még. Pont, hát még több. Mert ugye, ha így tesszük, akkor idáig a lap. Ez még ennyi van még, és akkor mellette még... Még egyet bele lehet, igen. Úgyhogy... Még szép kis darabka. Jaj. Na várjál. Ezt nem egyszerű kibontani. Dobozra vigyázzál! Hát igen, az meg van szakadva, majd azzal valamit kell kezdenem. Valahogy fel kell javítanom. Elvégi adját még alaplapot? Nem. Kiszálltak, ugye? Kiszálltak sajnos. Őket nagyon sajnálom. Hát meg az Abitot nyilván, de ők most szálltak ki nemrég. A videókártyagyártásból is, úgyhogy ha jól tudom, sajnálom. Sajnálom nagyon, mert jó lapokat csináltak. Jó, mondjuk voltak bajok, mert itt a digitális VRM-ekkel voltak bajok. Úgy nézzük csak. Azért szerintem gyönyörű. Rendesen izében, ilyen szivacsba van belerakva a cucc. Persze. Ez se sokat ment. Ezt itt vettem Magyarországon egyik kollégától. De vigyázva is van rá, úgyhogy... Azt mondja, csak PC Expressből is csak 16-szoros van benne. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mennyi? 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab PC Express 16. Bányász alaplap. Az, menj már picsába. Nem, annak nem jó, mert amúgy sokat fogyaszt, hát ez rengeteget. Hát csak a két proci, hogyha totál alapon megy, akkor... Milyen proci szólna ezt? Most jelenleg egy 4 magos Xeon, de van hozzá 1096 magos Xeon. Ha valaki neki 5680 van benne kettő, másnak is van ilyen alaplapja. Na. M775, ez dupla 1366, ugye? Így van. Ez dual 1366. Így van. Na hát... Az egy szálcsiszolt alumínium burkolat, tényleg itt a VRM hűtés csiszolt. Figyelj, van egy kérdés, maximum nem válaszolsz rá, vagy pedig úgy válaszolsz, hogy neked is beleférjen. Melyik a legnagyobb értékű videokártya a gyűjteményedben? Hogy... Most kinek mi az érték? Tudod, hogy most... Neked. Nekem ami a... Ne vidd el, hát még nézni akarjuk. Persze, csak így akarom rakni. Ami nekem a legszívem csücske, az mondjuk fent van a szek tetején, azt majd legközelebbi adásban mutatom. Meg az egy bit 5800 lesz. Nekem az szívem csücske. Hát szerintem nem csak neked, az értékben is horribilis. Az értékben is horribilis, meg nekem az nagyon a szívemhez nőtt. Az egy gyönyörű videókártya, gyönyörű design. Írják, hogy ezzel irányították a holdra szállást. Ezzel nem a holdra szállást, tízszer, érted? Ezzel tízszeres izé holdra szállást csináltak. A holdra szállás, igen, akkoriban az a teljesítmény, az ennek a olyan törődik, hogy... Power reset gomb, jó, hát az alap. Igen. Kijelző. Hát igen, ez a két... És igen, ez az FX 5008 Ultra, amit mondtál az OTS 5-es hűtős. Nem Ultra, abból nem, szerintem nem volt azt hiszem Ultra a OTS-ből. Ez a sima 5800 OTS. Aha. 3-as hűtésű. Abból nem volt, de úgy nézett ki, mint az Ultra. Meg szerintem tudta is a Ultra órajeleket, de azért nem is járatta az ember azon az órajelen, mert akkor kinyírta a kártyát. Azért is döglöttek az Ultrák, mert ugye a D túl volt feszelve, a GPU is minden volt
döglöttek, mint a szar. Kicsit beszéljünk még erről az alaplapról. Hát ez 12 darab memóriafoglalat, összesen 48 gramot tudott, nem tudta 8 gigás modulokat fogadni. Lehet, hogy egy beta BIOS-szel egy modoltal tudná, nem tudom, de alapból 4 gigás modulokat tud, van is Corsair Dominator RAM-om, a Platinum, gyönyörű, szép, nem szeretem annyira a Corsair, de ezek nagyon szépek a RAM-ok, és vettem hozzá 12 darab memóriát, ugye, úgyhogy... Igen, ez valami erőgép, tehát ez fölött nem volt 2010-ben, 9-ben. Hát ez fölött nem, az biztos. Ez volt az abszolút csúcs kategória. Úgyhogy 2-6 magos procival, meg 48 RAM-mal, hát szerintem azért ellátott. Meg Quad-SL-ivel, vagy Quad Crossfire-rel, meg legyen hozzá tápod. Így van. Hát igen, van hozzá egy Corsair AX1500-as tápom, hogyha majd valamikor össz... Nem, én úgy akarom ugye ezt az egészet, hogy így valahogy kiállítani nálad, hogy így ahogy szokott, hogy szépen lássák, meg akarok egy HPTX-es házba összerakni egy gépet, és úgy megcsinálni, hogy mit tudom, egyszerre 4 ember tudjon játszani, mondjuk ezen az egy gépen. Milyen processzor van benne? Mert itt kérdezték. E5620. Ez csak egy alap 4 magos proci, de fönt van a szekrényben 2-6 magos. 5690-es. Ez manapság megállná a helyét egy jó kártyával vagy kettővel? Simán. Szerintem simán el lehetne vele még játszani. Értelemszerűen mondjuk egy aktuális i7-es modell köröket verne rá. Mert hát azért, egy szálas teljesítménybe kapna, mint a szar. Igen, de ettől függetlenül, hogyha te egy ilyet befognál játékra, akkor tudnál vele játszani ugyanúgy. Nyilvánvalóan. Figyelj, az nem kell nézni ezeket a procikat még. Gultov. Ugye a kódneve a procinak, a hatmagosoknak. Azok már 32 nanométeresek voltak. Igen. Igen, mert 45-ről. Na hát, kedves Robi Balboa, köszönjük szépen, hogy megmutogattad a cuccodat, meg nekem is teljesen elcsöppentem tőle. Sajnos, hogy többször akadt a videó, úgyhogy ezt meg kell ismételnünk, ezt a túrát. Meg most már nagyjából te is látod, hogy mennyire élik az emberek, és mennyire szeretik azokat a cuccokat, amik neked vannak. Úgyhogy én mindenképpen meg foglak téged látogatni. Szerintem most 2 hétig engem azzal fognak nyírni a TikTokon, hogy érnek el téged, és hogy nincsen esetleg neked is külön oldalad. Mert nagyon-nagyon profi cuccaid vannak. Hát a ProHardware megtaláltok Robi Balboa, akárki írhat, én mindenkinek válaszolok, ahogy tudok. Meg megveszed a cuccát, hogyha van eladó. Igen, hogyha van eladó cucca, tényleg ilyen dobozok, nekem csak egy üres doboz, és én múlt melóhelyen adtak nekem egy üres dobozt, én úgy örültem neki, azok totál meg voltak őrülve, hogy mit örülök egy doboznak, mert örülök neki, mert pont volt hozzá lapom, nekem ez öröm. Mert legközelebb Laserdisc bemutató is legyen. Szerintem akkor úgy fogjuk csinálni, hogy jövök következőre hozzád, akkor a műsornak az egyik felét akkor Laserdiscre fel kéne, akkor mert kitaláljuk, hogy hogyan legyen, hogy a nézők meg tudják nézni. A másik felére meg majd még kitalálunk valamit. Ott hátul annyi a cucc, hogy ezt el se tudjátok képzelni, meg a szekrénybe be se néztetek. Ja. Úgyhogy köszönjük, hogy ezt megmutattad nekünk. Nekem is óriási nagy élmény volt. Várjál még egy pillanatot, amit tőled kaptam, még azt is majd felélesztem azt a négy. Ja, ott van 2 darab 4 processzoros szerver. FX bemutató a legközelebb. Abi, te ne fél dobozod van, kell-e? Mármint kérdezik, hogy van egyik kommentelőnek. Persze. Figyelj, írjál rám privátba, hogy van, összehozlak titeket, persze. Minden felajánlást szívesen fogadunk. Én minden dobozt szívesen fogadok, mert hogyha esetleg már van belőle dupla, vagy akármi, akkor vagy Sanyival, vagy valakinek elcseréljük, vagy adjuk egymásnak, úgyhogy... Jó, lesz mindenképpen folytatása. Nem lesz kidobva, az biztos. Lesz mindenképpen folytatása, már csak azért is, mert akadt a videó, tudom, nem tudom, hogy miért csinálja időnként, most már mindegy. Ez lement így, ez akkor egy kis ízelítő volt, hogy mik is vannak nálad, és akkor ezeket meg tudjuk újra majd még nézni. Jövök hozzád, remélem még idén még egyszer azért fogadni fogsz, így valamikor december elején, közepén. Jó, így vagy úgy valamikor össze fogjuk hozni. Ez is még nagyon egyszerű volt, mert tegnap is dolgoztam, úgyhogy. Így vagy úgy össze fogjuk hozni. Köszönjük szépen, hogy akkor megmutattad neked. Mi meg nektek köszönjük, kedves nézők, hogy itt voltatok, és néztétek ti is, meg kommenteltetek, meg minden. Iratkozzatok fel a csatornára, mert bőven lesz még tartalom, nem csak Robi Balboától, én is nyomom, illetve megyek még vendégségbe más gyűjtőkhöz. Bírjátok az ilyet, akkor hajrá, be lehet követni, folyamatosan csináljuk nektek a tartalmat. Mára ennyi, végig meg a live-nak, haza meg szusszanok egyet én is. Jó pihenést még, ami maradt a hétvégéből, azt akkor folytatjuk jövő héten. Sziasztok!